Köszép a 100 mitet dara. Na nézzük, ezzel ugye megvette a győzelmet, úgyhogy egyértelmű, hogy melyik csapat fog nyerni. Nézzük. Csiki Spiritje, nem látok még itt a tornamenten egyetlen egyszer se. Annyit tudunk, hogy biztos, hogy vad. Nézzük, hogy Sosék hogy tudnak erre felkészülni, mit tudnak tenni. Jó. Nézzük. Úgy látszik, hogy Dragona már lehet, hogy találja magát az első chase-be, ugye azt a legtöbben tudjátok, de ha nem ismeritek a DB-t annyira, akkor azt tudjátok, hogy nagyon veszélyes Spirit ellen megsérülni, ami sikerült Dragonának, mert onnantól kezdve szuper egyszerűen le tud téged vadászni, az egyik legjobb chase-elős killer, miután megsérülsz, és tudta, hogy ezt fogja csinálni, és kívülről jött Dobby, meg is van az első down, az első generátor elkészülés előtt sikerült. Sajnos próbált itt a közelben még segíteni a barátjának, de erre nem volt lehetőség. Nézzük, hogyan tovább. Nézzük. Tesó! Nagyon szépen köszi nyúlféreg a subgifted darának. És már megint sérült közben, Ashiri erről nem maradtunk egy pillanatra. Sikerült ugye a legendás pauzolós play már megint működik. Nézzük, sikerül-e a palettát jól kihasználnia. Lehet egyébként. Úgy néz ki, hogy sikerült Ashirinak egy picit távolabb jönni. Az bőven elég volt ahhoz, hogy akkor le tudják szedni Dragonát, vagy nem volt elég? Nem, úgy látszik, hogy nem volt elég. És a Spirit már jön is vissza, látjuk, hogy az összes generátor lezáródott, úgyhogy most egyre nem kell tartani attól, hogy a generátorok készüljenek-e, de közben Dragonát sikerül megvetni, Dragona betékel egy hitet, és nézzük, mit kezd ezzel Cheeky, rámegy a Tanőrre, mégiscsak egy döntőről van szó, nem megy rá a Tanőrre, visszamegy Ashirira, hogy fel tudja akasztani, ez egy nagyon erős kezdés egyébként, a killer oldaláról. Nézzük ebben, hogy tudnak felállni a survivorok. Hát ezt láttuk pont, hogy ez itt bizony. Egy pérez volt. Iszonyatos kontrollban van most Cheeky, a gyerek, az köbben, hogy nullán van az összes. Nem készült el egy se. Ez már a második akasztása, a pizza meg már fel akar jönni, vagy nem tudom mi baja van, elnézést. Megjátsza, nem fékeli. Nem lett volna rossz, de Cheekynek sikerült ezt is így ledarálnia. Nézzük. Hop-hop, egy picit még bírta, de nem sokáig. Hát igazából ez egy chase-elő vadállat ez a killer. Nagyon nehéz a Spirit chase-eknek ellenállni. Már ugye az évek során többször nerfölték Spiritet, de az biztos, hogy még mindig az egyik legstrongabb killer a játékban, csak most már sokkal kevésbé játszott, meg sokkal kevésbé van az embereknek türelme megtanulni, mert ugye nem a szemére, hanem a hallására kell hagyatkozni, ami sokkal nehezebb ebbe a játékba. Bár a szemed is néha meg tud csalni, de ja, nézzük, közben Soslom már jó, hogy leszedje a csapattársát, ez egy trade-nek tűnik nekem. Így van, ez egy trade lesz, és ő is megsérült, szinte mindenki, sőt nem szinte, hanem konkrétan mindenki sérült. Szóval ez a Spiritnek az álma, hogy mindenki sérült legyen, szóval mindenkit halljon. Bra. Nagyon szép, ez egy bra, úgyhogy megvan Sosiak is megvan az első hookja. Bármilyen fura, a döntő első mérkőzésében annyira aranyos a killer, hogy mindenkit first hookra rakott, érted? Annyira világi a faszi, hogy mindenkit first hook alkott. Hihetetlen, és megtalálta mind a hármukat, mindenki tudja, hogy hol van. Óriási 42 szekig le vannak zárva, vagy 40 szekig le vannak zárva a genek. Senki nem tud generálozni, 5 generátor van hátra. Ez ilyen erős kezdéssel még nem találkoztunk szerintem a tournament során. Ez hihetetlen ez a pressure, ami itt van. És sikerül megjátszani a Cheekynek, Ashiri a földön, Sosi a húkon. Ráadásul Ashiri mellett Dragona várja, hogy a Gent elkezdesse csinálni. Sosi le van ugye pauzolva, úgyhogy van egy kis plusz idejük. A flashlight save az nem jött össze Palomától, viszont le fogja tudni szedni a társát. Nézzük, nem, inkább átviszi egy másik húkhoz. Nézzük, hogyan talál. Ashiri az első, aki second state-re került. Nézzük. Paloma a következő, akit megtalál. Nézzük, Paloma el tudja egy kicsit csalni esetleg a húktól, egy chase-t esetleg menni vele, hogy legyen idő a srácoknak genezni. Úgy látszik, senki nem képes Cheekynek meglúpolni a spiritjét. Elképesztő. Sikerül legalább Sosinak egy picit resetelnie magán, ami mindenféleképpen jó. Viszont Ashiriért senki nem tud egyelőre menni, és ez megint egy pérez volt, ahogy láthattuk. Vad. Úgy van, Soslén már itt is van, hogy meg tudja menteni a barátját. Nézzük, merre jár a killer, mit csinálhat a killer most? Így van, ezt jól látod, levegőt nincs idejük venni. Hihetetlen, hogy mekkora pressure-je van amúgy, nagyon durva, mondom, ilyet még nem láttunk ezen a tornamenten. És látja, hogy megijön valakit, és ráadásul mondom, már rég kiszedhetett volna valakit, de nem. Akkor a nagy pressure-ben vagy, persze megengedheti ezt magának, de ez amúgy szerintem nagyon kedves tőle.
megvan Dragona, aki szintén sérült, próbált azért legalább egy gent befejezni, mert tudják, hogy minden egyes gent nagyon sokat fog számítani, úgyhogy legalább egy vagy két gent azért mindig jó, hogyha beszerelnek az emberek, mert ugye elsősorban azt nézik, hogy hány generátor készül el. Úgyhogy ja, durva a helyzet, durva a helyzet. Be van vadulva a Spirit, az biztos? Így van, így van. Úgy látszik, hogy sosem is kapnak abból a 100 bitből, mint amit küldtek daráig mi. Elosztjuk a lóvét. El van adva, de hogy is csak viccelek, persze poénkodok. Nézzük. Asiri detunk, úgyhogy nagyon kell magára vigyázni, ott van szemben egy paletta, de nem rajta van a killer, mert közben felszette Palomát, aki detunkos, de ledélyesezett megint, ugye ez nem az első DS, amit láttunk tőle, szóval lehet számítani ilyen iszonyatosan DS playekre. De egyszerűen nem lehet, ez a fiú nem tud tévedni, ez a fiú minden mind game-et megnyer ma. A döntőre született, erre szokták mondani. A döntőre született, hihetetlen. Pedig ugye Palomának akartam mondani, hogy volt egy óriási DS play az előző verseny, hogyha emlékeztek, hatalmas volt. Vagy az nem Paloma volt? De én úgy emlékszem, hogy Paloma volt, nem aki az utolsó pillanatban DS-ezett, lehet, aztán elbalansz lenni, de lehet, hogy nem Paloma volt, akkor elnézést kérek, de valamiért Paloma neve maradt meg a fejembe. Hatalmas DS play volt, az volt a legnagyobb DS play igen, úgy van vele, hogy tudja, hogy nem a chase a lényeg, hanem a generátorok nem készülhetnek el, mert akkor óriási előnybe teszi a csapatát. Az ő csapatának, Csíki csapatának már csak egy generátort beszerelnek, és megvan az első pont, nagyon szép volt. Úgyhogy elképesztő erre mennyire odafigyelt Csíki, egyáltalán nem esik ki a fókuszból. Nagyon szép. Nem igazán bírt ellene senki menni. De Sosi az egyetlen, aki még nem detugoszol, szóval ő még nem fog meghalni. Nézzük, hogy sikerül-e egy generátort befejezni végül, vagy sem. Hát ezt már megint nem sikerül befejezni, az biztos. Úgy látszik, hogy azt mondta Dobé, hogy nem. Ez lesz az a game, ahol 5 gennél fogom befejezni a dolgokat. Sikerült lepauzolni legalább egy picit. Nézzük. Nem tudja, hol van. Megtalálja, és meghal a húk alatt. Na, az óriási probléma. Még van egy kis ideje Dragonának. Nézzük, hogy ezzel mit kezd Csíki. Pontosan tudja, hogy a gent fogják nyomni, mert kell nekik a gent, és leendeli. Én úgy látom, hogy leendeli. Hoppá, nem tudom, mi történt a karjával, nem tudom megmagyarázni, hogy mit láttunk, de úgy látszik, hogy leendeli 5 gennél. Ez egy iszonyatosan erős kezdés. Mondom, nem is láttunk még ilyet. Uram fia. 5 gennél. Egyetlen egy generátort se tudtak beszerelni. Az nagyon kemény. Ez a csávó spirite nem szarozik azért, basszus. Azért GG. Hát azért ritkán látsz. Koordinált csapat, folyamatosan beszélnek. Nem ma kezdték. Ugye eljutottak a döntőig, úgyhogy már bizonyítottak. De egy generátort nem tudtak beszerelni a spirit ellen. Oly. Ők nem véletlen választották be ezt a spiritet, úgy érzem. Az GG. Jó, hát a Dara csapat az azt mondta, hogy hello, itt vagyunk. Nézzük Sosék erre, hogy válaszolnak. Hát figyelj, ha most Sosék megcsinálják ugyanezt 5 gennel, akkor beszarok, amúgy csak mondom. Kíváncsi vagyok. GG, nagyon baszó első gémet láttuk. Most jön a második gém, ugye, de ne felejtsétek el, hogy nem lesz interjú ez a gém után, hanem megyünk egyből a következő fordulóba. Azt tudjuk, hogy Wulfina a nagy pressure az annyira nem esik kétségbe, ugye. Igazából itt válnak szét ugye az átlagos killerek és az átlag felettiek szerintem. Amikor valaki ilyen pressure helyzetben is higgadt tud maradni és a legjobb döntéseket meg tudja hozni, most óriási a pressure rajta, mert tudja, hogy egy generátor és bum, vége. Úgyhogy nézzük, mit hoz ki ebből Wulfi. Nézzük, mit hoznak ki ebből Daráék egyébként. Nagyon ügyesen kivárnak. Tudják, hogy sehova nem kell sietniük. Semmilyen rossz mozdulatra nincs szükség, semmilyen felesleges chase-re, semmilyen felesleges ámunkra, semmire. Viszont azonnal megtalálta Nokedlit, úgyhogy sétált, úgyhogy ez egy óriási állaki szituáció Nokedlinek. Nézzük Wulfi első chase-ét. És megvan! Pingdip! Sikerült átütni a palettán valamilyen csodálatos módon, viszont ez miatt láttuk, hogy elvesztette Wulfi az egyik perkét. Nézzük, hogyan reagál erre a Dara csapat. Nézzük. Dara tökéletesen felvette a pozíciót, itt már hoppá! Ugye látjuk, hogy nagyon hasonló valószínűleg a build. Sőt, nem tudhatjuk még pontosan, de lehet, hogy szinte ugyanazt a buildet fogja hozni. Wulfinator. Látjuk, hogy az összes gen lezárodott, szóval most nem kell aggódnia, és kilógott egy piros kabát a követ mögül, ami egyértelművé tette Wulfinak, hogy itt van bizony Dara, viszont hogyha az event ben lenne itt, akkor szerintem lehet nem vette volna észre, hoppá, majdnem megjátszott a Dara, de nem sikerült, mert ugye a pirosság miatt a piros az jobban beneolvad, de úgy látszik, ez most nem jött össze, nagyon ügyesen tudják, hogy egyáltalán nem kell sietniük, pontosan tudják, hogy
Egy feladatuk van, de az nagyon, az nagyon. Na nézzük ezt, hogy reagálja le Wolfie. Hogy reagálja le Wolfie? Ott nem szedték le, ugye azt tudjuk, hogy ez egy pénz, oda nem tudja akasztani. Mert láttuk, hogy felszikítottak a hölgyek. Mit tud tenni Wolfie? Nézzük. Aha, ugye lezárottak a dzsenek, ezt is láttuk már, most pauzolta őket. Nem rossz, nem rossz. Nagyon izgalmas amúgy. Average Wolfie hitek? Amúgy true. A szerver mellett lakik az öreg, a szerver mellett lakik. Hoppá! Nem volt rossz, sikerült belepopolni a dzsembe szerintem? Vagy belerúgnia, I mean? Igen. Bum! Úra matyám, az is megvan a palettán, de jó, miközben nem volt annyira durva a palettán átütő hit. De nem rossz, ezek a hitek nagyon kellenek Wolfinak. Ezek a hitek nagyon kellenek neki. Elképesztő. Elképesztő. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas. Darának ugye van egy húkja, Nokedli már szekönbe átment közben, csak mondom egyébként a hölgyeknek, uraknak. Kedves nézőinek, hogy Nokedli már át... Úristen, mit tenni ez a tequila, még egy pár másodpercet nyer, ez nagyon sokat fog számítani. És az ablakon is át tud ugrani. Na jó, ez óriási most, amit tequila művel. Ez nagyon kemény, ez nagyon kemény. Wolfie érzi, hogy fú, ez nem kellett volna. Láttuk a haját egy pillanatra, hogy elment abba az irányba. A mocskos haj leintelte. Ugye lehet, hogy ezért játszott Csiki a másik skinben, mert az kicsit lefogja a haját. Ujj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 
lesz, vagy nincsen. Hoppá, ez egy nagy hiba, ez egy nagy hobbanó kennitől. Lehet, hogy ők is izgulnak, mint az állat. Aja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 j
ott, szóval ez egy pénz, ott megint lezárodtak a dzsenekben, hogy megint egy új ember volt, aki akasztott. Nagyon szép Wolfie-tól, nagyon szép. Nézzük, nézzük, még életben tartja az álmot, Nézzük, itt tudja, hogy ebben majd bele kell pompolni, tökéletes timing, egy másodpercet nem vészel, de Dara se hülye, érted? Dara se hülye, tudja, itt egyáltalán nem kell megmutatnia magát, nem kellenek a felesleges csészek. Igazából most Nokedit kéne szerintem valamennyire elrejteni. Nem mondott, hogy megtalálta. Megtalálta, bazd meg, megtalálta a gyerek. A makró király, megtalálta Darát, pedig tökéletesen elbújt. Nem tudom, hogy kilógott-e, vagy mi történt, vagy Wolfie érezte a szagát. Lehet, hogy érezte a szagát. Nézzük, a Chase-nél sokkal jobban érdekel engem, hogy hogyan állnak a generátorok. Egyébként annyira nem jól, még annyira nem jól. Nézzük, mit tud alkotni Dara, próbálja, sikerül egy misszit, ez nagyon fontos. Ezek plusz másodpercek, és még az ablakon is be tud szerintem ugrani. Nézzük, Wolfie, mit kezd ezzel? Aha, rosszul gondoltam, nagyon szépet megy ő Dara, úgy látszik, hogy ez most szerintem nagyon... Ajajaja, ez most lehet, hogy ez volt a Jen elkészítő move. Nézzük. Wolfie is tudja, hogy basszeg, ez túl sok idő volt. A rohadék, túl sok ideig húzta az időmet. Át kell menjek valaki másra. Látja, hogy egy erre ment. Én egy más kembert is láttam, nem? Nézzük. Diszkert. Akinek még nem volt hite, szóval hogyha őt most siker... Ez itt Netz. Ojj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 
van ott neki péreze? Jézus Mária, és jön Dara! Jól besegítek, te soha proof thyself-el! Úramisten! Pedig oda jött Dara! Jövök a proof thyself-el! Nem volt elég a proof thyself, és megvan a 4 stack, 40 stack-re lezáródtak a genek. Ezt amúgy konkrétan nem hiszem el amúgy. Ezt konkrétan nem hiszem el, hogy Buffy-nak ilyen timingje van. Tekila! Akinek már van egy akasztás, ugye most már mindenkinek van, egyedül Lockedly az, aki detúkosat. Ez tényleg elképesztő ez a mérkőzés. Nem, 40 szek Nightmare, 40 szek. Ezt tegnap kijavítottak, hogy már nem 52, megváltoztatták a PTB óta. Ez már csak 40 szek. Legalábbis tegnap ezt az információt kaptam több embertől, hogy már nem úgy működik ez a perk, mint a PTB-n. Ugye a Grimről van szó, a Grim Embrace-ről. Már nem adódik hozzá az a plusz 12 szek, mint a PTB-n. Na nézzük! Tesó, Jézus Mária, lejárt a 40 szek egyébként, srácok! Lejárt a 40 szek, ezt jól tudja Wolf is, ennyi ideje volt, nézzük, hogy jó ember talál meg? Hát... nem... Nem bizony, nem számított erre a külső generátorra. És már jön Dara is a biztonság kedvéért, beszerelték! Nagy nehezen, de nagyon-nagyon nehezen beszerelték az első gent. Ezzel ugye eldőlt az első pontja a döntőnek, elképesztő volt, nem amúgy?
Jézus Mária, de stresszes voltam úgy, Jézus Mária, azok a timingok, azok a hitek Wolfitól, hát látszik, hogy itt még nem ment el semmi, itt még nincs veszve semmi. Azt tudja, hogy ez egy nagyon izgalmas döntő lesz. Már most nagyon az, de itt kíváncsiak, hogy még mit hoznak ki a srácok. Jézus Mária, Jézus Mária. Ez nagyon kemény volt. Holy moly, Mother of Jesus Christ. Meg is van. Diszkernek mondja, volt egy húkja, tequila és nokedli detukos, és igazából most már csak szerelgetnek a srácok. Behúzták az első pontot. A halál csupán a kezdet? Így van. Nagyon nagy izgalmak vannak, ez biztos. Nagyon király volt, pedig adott, hogy Dana megjelent a Proof-nál, szemben mondom, ez a tesó. Gyerek beenderi a megémet, és abban a pillanatban boom, meg Bérez, pont jókor. Nagyon durva, hogy pont jó helyen volt a húk, pont oda tudott menni Wolfie. Hatalmas volt. Most képzeljétek el, hogy az előző gémben mondjuk egy gent beszerelnek. Sosiék, atyavilág. Ezért mondtam, hogy nem kell félteni Wolfit. Iszonyatosan hozzá van szokva szerintem ez a pressure-höz, nem viseli meg annyira. Vagy megviseli, de nagyon jó döntéseket tud hozni. Egyáltalán nem befolyásolja a döntéseit. Nézzük, megvan Dara. Szép volt. Hú, elkészült a következő gen, és ők azért kettőt be tudtak szerelni, az jó. Ez mindenképp jó jel nekik. Egy ilyen killer ellen kettőt beszerelni. Oda néz, ezt egyértelműen lereagált, a Wolfie hallotta, úgyhogy nem nincs szó vakításról. Boom, most nem jött össze neki. Nem jött össze neki a palettás hitek. Unlucky. Ketten a földön, viszont a harmadik generátor is be lesz szerelve. Hoppá, nekik nagyon működik ez a Proof Die Selfish dolog. Azt tudti. Tutti mutti. Pi. Ja, csak megnézgettem a perkeket közbe, mert azt hiszem, hogy több Proof Die Selfet láttam, de nem, rosszul gondoltam. Na nézzük, Dara, megvan az első ki, halott diszkert, és Dara deathhook-on menekül, sőt igazából mindenki deathhook. Nem csak Dara, nézzük. Bum. Meg is vagy. Szervusz Piramis, szia, vagy Piramitem. Oj, nagyon izgalmas, azból egyetértek veled. Így van, már 3 gen beszereltek pluszba, úgyhogy ez már az első gennél eldöntékét, hogy zövüké lesz a pont ebbe a körbe. De hát ugye ez még igazából egy kör. Szóval még ez így... Benne vagyunk a buliban, de az első körnek el kellett dőlnie, és el is dőlt, hogy kifelé hajlik. Ez egy daraboly csapat első pont. Spétet melyik team választotta? Hát ezt mindjárt megmondom neked. Fejből én se tudom. Spirited Daráék választották, így van. Daráék választották Spirited. Dara csapat választása volt. A csata eldőlt, de a háborúnak ez csak az első fordulója volt. Pontosan. Legalább ugye 3-at kell. Vagy hát nem legalább, hanem hát 3-at kell nyerni ahhoz, hogy eldőljön. A csapatnak. Ugye best of five van. Úgyhogy itt igazából még nincs vége semminek. Winter is coming? Te coming-olsz már. Oha. Igen, szép volt a kivárás Wolfitől, és még egy generátor elkészült egyébként. Végül 4 generátort beszereltek a srácok, az le a kalappal amúgy. Ráadásul Wolfi ellen. Aha, igen, a Pérez az nagyon kemény volt. Meg az egész timing a Wolfinak nagyon szép volt. Ez a legizgalmasabb game volt, amit eddig valahol láttam szerintem a DVD-be. Még sose izgultam ennyire. Nagyon jó volt, nagyon adta. Very big. 2 percre mentél ki, lemaradtál sajnos a növények téli esítéséről. Így van, ezt általában a killer nyeri egyébként. Nem tudom, hogy miért amúgy. De ezt mindig azt látom, hogyha egy helyen állnak, akkor a killer nyer. Ő a gyorsabb valamiért.
Tovább tart az animáció a beugrásnak, és ez hamarabb megszakad? Vagy nem tudom, mint a leütésnek? Oh. Ilyen nincsen... Krisz, ilyen nem történhet. Mindig felváltva van, mivel most ő sosék választották az oldalt, ezért most sosék választanak killert. Aztán utána megint daráik választanak killert. Bum. Vissza kéne hozni a grebes dolgot, ott állának fél óráig, amúgy jó lenne, amúgy igen. Adnám. Miért ide spónol a hatch? Mert ez benne van a szabályzatban, hogy ennivel kevesebb RNG legyen, mindig ide spónol a hatch. Offeringet tudnak hozni. Szerintem a Survivor-gál sokkal specifikusabb, hogy milyen angle-ből ugik be, míg a killer ott rúgja meg, ahol akarja. Aha, lehet, hogy ez van a háttérben, de mindig ezt látom, hogy mindig ők zárják be. GG's. Eldőlt az első forduló, vagy nem, az első... nem forduló, mi az? Minek neveztük el? Az elsőt, nem fordulónak, hanem mindjárt mondja Alma. Na mindegy, eldőlt az első pont, a Boomer Duper és az ifjak élet, GG hozzá. First hit-en múlik? Egyébként nagyon sok fog múlni a first hit-en, hogy mikor adják meg a Survivor-ok a first hit-et. Ugye tudjuk, hogy Oninak kulcsfontosságú, hogy mikor szerzi meg az első ütését, ugye, hogy gyorsabban teljen a power-je. Na nézzük. Aha, és pontosan tisztában van ezzel Csíki is, és ezért nem hiába be is hozott egy olyan perket, hogy nagyon hamar meg tudja találni a Survivor-öket. Ez nem más, mint az Ultimate Weapon, ugye láttuk az elején, direkt belenyúlt egy lockerbe. Nézzük, Paloma lesz a kiválasztott? Ugye a tipikus anime függő hozta az anime... Na ez a lehető legrosszabb, ami történhetett velük. Mentálban meg kell maradni erősnek, nincsen God Palette, megkapta az első hitet. Óriási a baj. Nagyon nagy a baj. Ez Palomának ez egy nagyon rossz döntése volt most sajnos. Reméljük, hogy nem törik össze mentálba, és nem rosszul be, vagy valami, hogy ó, basszus, már ledobtam, és meg is sérültem. Biztos vagyok benne, hogy a csapat azt támogatja, hogy nyomott Paloma, sikerül neki elbalance landingelni, de ez bőven elég volt. Szerintem Csíkinek így, hogy meglegyen az első power-je azonnal. Na most viszont lehet, hogy óriási a baj. Jajjajjajjajjajjaj, tökéletes angle-be érkezett Csíki, és megvan az első down 5 gen előtt. Paloma viszont nem ment földre. Azt szerintem jó, itt felsikítottak, pontosan tudja Csíki, hogy mindenki itt van, és kihasználna Ovninak a maximális power-ét, mehet a szlagolás, minél több embert a földre kell küldenie ezzel a power-rel. Maradt-e itt valaki? Itt maradt Ashiri, de van spinburst-je, ami óriási, de láttad mennyire a csávó? Jézus Mária. Azonnal, amikor látta, hogy már nem érné el a swing, inkább kiveri az ajtót, és lejárt a power, úgyhogy még próbált egyet ütni hátra. Kihozta a maximumot ebből a power-ből, egyelőre nem volt első akasztás, egy valaki a földön, sőt valószínűleg nem is lesz, mert sosem sikerült felszedni, szóval ez a greedelés egy kicsit rosszabbul sült el, mint szerette volna Csíki, de szerintem jól döntött. Én is valószínűleg így döntöttem volna egy ilyen versenyen. Hát ez most nem jött össze neki jól, úgyhogy ez óriási megnyugvás lehet talán Palomáinknak, hogy hú, oké, ledobtuk a God Palette-et, meg lett egyből a power-je, hú, kapja a vért, de ott kilógott egy pillanatra, de legalább nem lett belőle gyorsan egy első akasztás, úgyhogy még van esélyük beszerelni az első generátort, így van, az első akasztás előtt, és most mindenki tud resetelni, ez nagyon jó, amíg Dragona elterje a figyelmét. Oké, nagyon erős kezdés, viszont nagyon-nagyon szép visszahozás volt ez a Servitnek, és itt szerintem már nem lesz grid, mert nincsen power-je, úgyhogy szerintem meg lesz az első akasztás. Megvan a power, közben hazudtam, sikerült annyi vért kiszopnia, hogy meglegyen a power. Nézzük. Felakasztatja, és már mehet. Van esetleg bármiféle infója, hogy... ja, persze. Nem sokára lesz infója, hogy merre kell mennie. És amint felsikítanak, valószínűleg rá fog kanyarodni. Valószínűleg rá fog kanyarodni. Nézzük. Nem sikított senki? Most sikított. Szóval tudja, hogy ott van valaki. Nézzük. Paloma. Tudta. Azt a mindenit, ha azt most be 180-alja, akkor összeszorom magam. De nem 180-alta be egyelőre Csíki. Közben mennek a csenek, ez most már egy erősebb menetnek tűnik mindenféleképpen, mint az előző. Ugye már biztosan, mert ugye az előzőben egy gen sem tudtok elkészíteni, most már megvan egy gen. Visszajönnek megnézni, hogy mi a helyzet a húkkal. Dragonárval egyelőre semmi, nem talál itt senki, itt a gent ugye látja, hogy egy picit dolgoznak rajta. Paloma érkezik a lehető legjobbkor, és... Érkezik a Paloma Play, le is lett pauzolva a húk. Nagyon jó, ez nagyon szép volt Ashiritól, nem vette észre?
Jó, vad, kiugrik, ugye nyilván a bambizol miatt tudtuk, hogy ki fog ugrani. Aha, közben sikerül leszedni, nem ment second state-be, viszont a Jenek még mindig csak egy készült el. Nézzük, Ashiri eddig nagyon sok időt nyert itt pluszban a Shacknél, ugye annélkül, hogy Shack palett lett volna, mert az a leges legelején le lett dobva, ráadásul meg is lett ugye sérülés is lett belőle, vagy meg lett sebezve, ugye így mondják, sebezve. Na mindegy, tudod mire gondolok, úgyhogy ja, ott megmutatta a szexi formás kőseggét, a kőseg Joni. És tudja, hogy itt vannak, de nem vette észre, hogy többen voltak itt. Nem csak egy ember, és Ashiri is elmenekül. Ez egyelőre nagyon vadul néz ki ez a game, már megint nagyon az izgalmak. Sikerült megütnie, meg van a power-je, meg lett a paletta is neki. Nézzük, már indul is a vadászat. Indul is a vadászat, Paloma tudta, hogy nem maradhat ott. Egyértelműen balance landing ready. Igen. Tudta, hogy egy picit neki kell most elterelni az idejét Csíkinek. Nézzük, hova megy Csíki végül. Visszamegy a segbe, mert tudja, hogy Ashiri nem hülye, érted? Nem fogja itt adni ezt a generátort. És megvan a dán, pedig majdnem elkészült a második generátor is. Nagyon szépen csinálják a gyereket. Csíki is próbál lassítani a pressure-ön. Egyelőre nem nagyon megy neki. De igyekszik. Jó, na nézzük. Megvan, viszont egy basement akasztás, ezt ne felejtsük el. Oké, hogy első húg, de azt nehéz lesz lepauzolni a Palomának. Nehéz lesz itt bármifélét kezdeni, és közben tudja őrizni a Gent, ugye, az nagyon fontos, hogy ez egy majdnem elkészült Gent, amit most a deadlock le is zárt, mint látjátok. És ja, az oda most oda nem fognak tudni hozzáférni, szerintem lehet, hogy Ashiri first hookon hal. Vagy valami nagyon nagy izé lesz belőle. És power-je is van. Ez nagyon nehéz döntés. Most nem is tudom, mit csinálnék a Survivor-ök helyébe. Nem biztos, hogy lemernék menni, mert akkor lehet, hogy többen halunk. Bár most leinfózza a Dragon, hogy rajtam van, srácok, rajtam van. Sőt, közben már Sosin van. Úristen! Azt megforgatta Sosi. Nézzük, elér idáig? Jó, nagyon szép volt, nem izgulta el, ott látja, hogy jött az ablak felé rosszul fordult rá az ablakra, megpróbál egy picit azzal eltereli a figyelmét, nem volt rossz, az a baj, hogy nem tudott checkspotokat nézni, nem látta, hogy honnan jön a killer, úgyhogy ez teljesen 50-50 volt, hogy ki hova jut el, de sikerült Ashirit kiszedni a basementből, és elkészült az nagyon jó gen a segbe. Szóval az iszonyatosan jó kezdés, vagy iszonyatosan jó folytatás. Nagyon nehezen indultak, de nagyon szépen visszajöttek. És most már kimerem jelenteni, hogy ebben a pillanatban jobban állnak a szörvik, mint a killer. Én úgy érzem, hogy sokkal stabilabbak, összeszedettebbek, és egyáltalán nem viselte meg őket az, hogy az elején 5 gennél meghaltak. Sokkal jobban teljesítenek, azt látom. Sokkal inkább nyomják a bulit. Ott beláttam, hogy volt itt egy kis huncut. Aha, próbált volna dodzsolni. Vagy nem tudjuk, mi volt a terv. Vagy miért ment be oda, vagy lehet, hogy nem tudom, hogy mi lehetett a Dragonágra terv, hogy magára akarta elhúzni, vagy azt akarta, hogy őt biztos ne találja meg. Igazából a húkok azok úgy állnak, hogy egy húkja van Sosinak, Dragonának és Ashirinek. Szóval senki nincs még detukba, és opá, itt már nincsen palett, hogy az óriási plusz másodpercek, az ablakra már nem ment rá, lehet nem tudott volna. Csak most, de ez óriási plusz másodpercek voltak. Ez nagyon szép, közben ugye a húkon nagyon közel halt meg. Ja, de le van pauzolva, vagy látom, Paloma már gondoskodott arról, hogy itt ne történjen probléma. Na nézzük. Nézzük, Csíki, mit hoz ki ebből a helyzetből. Legyik csekkolnia kell a geneket, nincs mese. Minél kevesebb gen készül el, annál jobb. Közben sikerül Dragonát felszedni. És sikerül Sosit leszedni a húkról. Ez szerintem a második óriási rossz döntése Csíkinek ezen a mérkőzésen, ez könyörtelenül, oppá, várjál csak, könyörtelenül kihasználják a Survivor-ök, de azonnal visszaszerezte a Dánját, csak Ashirin, ugye? Dragon a helyet, ami ugye nem osz, nem szoroz, mind a kettőnknek egy húkja volt, hoppá, hát valami történt. De közben kegyetlenül készülnek a Jenek, oly. Elkészült még egy generátor. Nem semmi. Egyetlen egy generátor van hátra, és 4 darab húkja van egyelőre Csíkinek. És nincs meg az összes first húk, azt ne felejtsd el. Paloma az elején, amikor ledobta a God paletet és ugye megsérült, azóta nem ment földre. Úgyhogy kellene az a first húk szerintem már lassan Dobinak, de nem hiszem, hogy abban a helyzetben valahol ezt megengedheti magának, hogy levadásza a first húkját, szóval nem tudom, hogy mit fog kezdeni. De úgy látszik, hogy mégis, ugye tudjuk a... Így van ez a szokásos... Opa! A szokásosat játszott a Paloma, de erre már készült Csíki, mert mindig ezt játsza meg. Úgyhogy, ha sikerül felakasztani, akkor megvan.
minék akasztással, de először meg kellett nézni, hogy kijön a húkra. A Kristóf Tech úgy van, működik is, gyönyörű, gyönyörű, kimegyek jobbra, balra, pipuf, már lenn is van a földön, és nem sikerült leszedni a sirét, de sikerül leszedni a sirét Sosinak, óriási klács, nézzük, hogy Palomát fel lehet-e időben szedni, vagy sem. Most nincs power, nem tud gyorsan odaérni, itt van a gem, bele tud rugni, akar, tud védeni, tudja védeni, tudja, hogy ez a gem van a legnagyobb progressz, hogy a deadlock lezárta, pontosan tudja, hogy erre, ezt a gemre kell a legjobban figyelnie, még mindenki életben van. Dragona és Ashiri detúgos, Paloma szint továbbra is nulla húkkal, és Sosinak egyetlen egy akasztása van, de megérkezett Oni pont addigra, amire befejezték legalább az egyik hírt, viszont Ashiri detúg sérült, úgyhogy itt lehet, hogy őtől el kell búcsúzzunk erről a gémről, nem. Úgy dönt Csiki, hogy megjátsz a Palomán a mindgame-et, sikerül neki és földön vannak. Kérdés, hogy slagol-e? Slagold, egyértelműen slagol. Harmadjára is bejátsz a slagolást, eddig kétszer nem jött be, nézzük, hogy harmadjára bejön-e. Ha a Sirit még le tudta volna downolni, az hatalmas. Ja, vissza kellett jönni a Jenhez, nem is feltétlen... Úristen, ez szép volt. Nem is feltétlen a slug itt a lényeg, hanem csak, hogy ez a Jen ne készüljön el. És Dragona, egyébként szerintem így van. Dragona kiesett a játékból. Dragona dead. A Siri nagyon veszélyes, és Paloma megint meggyógyult. Megint sikerült feljönni a földről, sőt, teljes HP-n van most már. Oly, az hatalmas. Az hatalmas, honnan tudta? A makró, nagyon nagy a makrója, tudja, hogy mikor mi történhet, látja, hogy mikor mit lenne érdemes csinálni, és próbálja megakadályozni. Szóval nagyon szép volt. És az engelök is, amikben jön Onival, az ehhez kifogástalan. Itt látja, hogy itt meghilelődtek, de ugye ennek ára van, rengeteg vér. Hoj, oly. Na nézzük. Bum! És megint ugyanott Sosi a földön, és még mindig nem készült ez a gen. Lehet, hogy el kéne engedjék, így van, ők is tudják, hogy lehet, hogy nem ezt kéne erőltetnünk, viszont azt nem tudják, hogy most mi vár rájuk. Ez a gen üres egyelőre, ezt le kellett csekkolnia az öreg Csíkinek, na nézzük. Nézzük. Ki tudja nyitni powerbe, nagyon szép volt, prediktelte, hogy átugorna a hogy hívjákon, viszont neki Paloma nem kell egyelőre. Kicsit szétesett Oni, de ne foglalkozz vele, megesik a legjobbakkal, és tudja, hogy bizony, neki a gent kell őriznie, és Sosi azóta is a földön lazul. Ojja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 jj
Ajj! Wow, 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 wow! Apám, apám! Még egy detárgya is volt, még egy detárgya is volt. Az igen, az igen. Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Végül földre került. Végül földre került. De nagyon szépen húzta az időt, Sosi. Nagyon-nagyon szép play volt. Na nézzük, hogyan tovább, hogyan tovább. Csíki felakasztja, Sosinak ez hanyadik húgja, még csak a második, szóval most már mindenki dead, hát ugye Dragon a dead, de Asir és Soslon most már dead húgosok, és Palomának még mindig nincsen egy húgja se. Nagyon szép volt a dead tárd, így van. Nagyon szép volt, nagyon szép volt. Jó. Ó, nem mondod, kibontotta a közfalat? És Paloma már megint a földön. Nem tud tékelni, Sosi, ő is a földön, na most nagy a baj, na most nagyon nagy a baj. Óriási. Óriási a baj. Óriási a probléma. Paloma még színi is húgja, kijött a detárt Sosi-tól. Nagyon szépen kivárt és ledownoltan, na most? Baj van, na most baj van. Ajjajjaj, igen. Hát, így van, így van. Azt tudni, hogy ha Oni szétesettnek is tűnik, ez nem tükrözi a mentális állapotát Csikinek. Ő egyáltalán nem volt szétesve, pontosan tudta, hogy mit kell tennie, hogy mit akar tenni. Úgyhogy az egy GG. Az egy GG. Az egy GG-nek tűnik nekem. Esetleg Palomba még. Ha alkot valamit, nézzük harmadjára! God damn it! God damn it! Nem sikerült, nem sikerült! Akkor ez GG. Akkor ez GG. Asiri mondjuk még a földön van. Várjál csak! Várjál csak! Asiri még a földön van. Nem a hedge fele kúszik sajnos. Az probléma. Az probléma, elfele kúszik a hedge-től.
Ezen a versenyen lehet nyerni valamit? Igen, muskátlikat lehet nyerni, téli esített muskátlikat, de nem is keveset. Több száz darabról beszélgetünk. Mindenki mögött áll valaki, Oni mögött, vagy Oni mögött Oni, így van. Adra talán? Lehet, hogy az Adra Play-re játszik a Siri? Meglátjuk. Meglátjuk. Megy a bumba? Lehet. Direkt nem reagáltam az Unbreakable-ös üzeneteitekre. Akartam, hogy szétbasszott titeket az ideg. De így van, szó sincsen szabás szegésről. Nem volt két Unbreakable, de mégis két külön ember fel tudott állni. Különböző szituációkban. Gyanús, mi gyanús? Mert pontosan tanultak az előző szituációból Sosiék. Nagyon szépen felkészültek, nagyon tetszett a stratégia, már az elején kiszúrtam, de nem akartam róla beszélni, mert nagyon 200 IQ-nak tartottam, az előző dolgokból nagyon tanultak, úgyhogy le a kalappal, le a kalappal. Miért nem szóltál, kellett volna a kertbe pár darab? Nem vásároltam volna be, egyébként csak viccelek nyilván. 50.000 forint a fődíj, 50.000 forintos fődíjért játszanak most a srácok a döntőbe. Így van, a Boon Exponentiont hozták Oni ellen, ami szerintem 2000 IQ, mert rengeteget szlágol ez a killer, ugye alapból ilyen a természete a killernek. Úgyhogy ja, úgy látszik, hogy Asiri elcsúszott safety-be, hogy ne találja meg a killer, de ettől függetlenül... De ezt nem tudom pontosan, hogy miért. Ez nem számít húknak, de... Ez húknak számít, szóval nem hiszem, hogy azért. Vagy azt hiszi, hogy nem számít húknak. Ez húknak számít. Igen, igen. Szóval nem tudom, hogy ezt azért csinálja-e? Vagy mi a terve vele? Ti tudjátok, hogy miért. Van egy tippem, de mindegy, ez maradjon az ő titkuk. Rissal content? El akarja csábítani a fiúkat, hogy több szavazójuk legyen? Ha kivezi a földön, miért húk? Azért, mert így beszéltünk meg a szabályokban, hogy ne legyen ez, hogy csak elbújnak az emberek, hogy ne legyen húk, és nem próbálnak meg kijutni. Szóval ezzel, de én végül megtalálta, szóval mindegy. Ezzel szűrtük ki azt, hogy ne legyen az, hogy nem a győzelemre játszanak az emberek. Ez az egyik szabály a versenyen. Csábítunk és jenezünk? Jól csináljátok. GG, szóval így van, látjátok? Egy Unbreakable volt, Palománál, amit nagyon ügyesen kiszúrtatok, és a másik az pedig egy Boon Exponential volt, úgyhogy jól meglettetek szivaszva. Zofi közben sweating. Tele volt izgalom ez a game, az tudti, nagyon jó volt. Hát ez már egy sokkal erősebb kör volt, azt kell, hogy mondjam, a lovagoknak. Úgyhogy ja, ez már egy sokkal erősebb dolog volt. Nézzük, hogy erre hogyan tud reagálni a másik csapat. De tudom, már sok versenyt láttam, sok versenyt csináltam, sok versenyt láttam is egyébként, amit nem én csináltam, és láttam már ilyen Stream Sniper balhékat. Úgyhogy ja, tudom, hogy milyen a buli, tudom, hogy milyen sajnos a valóság, de nézzük! Nokedli, Disker, Tekila, és nézzük, Wolfi mit tud kihozni, amúgy nagyon basszó ez a skin, tetszik ez a fegyverskin, nem láttam még soha. Mindig valami olyan skint hoznak, amit nem vágok Onival kapcsolatban. Hoppá, nagyon szép volt a Bind Game, el is kapta az első hit, ugyanúgy, mint az előző gémen, nagyon hamar megtörtént. Ugye most a lényeg, hogy Wolfi valahogy megakadályozza, hogy elkészüljön 4-gen legalább. Ha azt meg tudja akadályozni, és kevesebb készül el, mint 4, akkor nyertek. Nézzük. Aha, ez már sokkal jobb ez a kard, az a lefosott kard, az nekem nem tetszik. Én is szoktam használni, de csak ilyen meme-ből, de az, amikor ilyen megkövült teveszar van a karton, az annyira nem adja be. Nem gyere be, na nézzük. Meg volt az első ütés, de hát dara igazándiból. Csillesbe. Vissza tudott mozogni, úgyhogy nincs para, a power-je még nincsen Oninak, de már nagyon közel van, úgyhogy ő is megcsinálta a legnehezebb feladat Onival, az early game-be hitet szerezni. Ha ez megvan, onnantól kezdve a kezedbe a dolog, nézzük, hogy mit tudsz kihozni belőle. Nézzük, full feed, hop. Úram Isten, te királynak nem ez az első nagyon vad megmozdulása. Bárhogy is számolom, ezzel a döntőn ez már a második nagyon komoly tekira megmozdulás. Erre viszont számított. Számított az Oni, úgyhogy meg is van az első down. Nézzük a geneket. Nézzük. Látjuk a bulit, nem véletlenül válogatják össze ezeket a buildeket. Ők pontosan tudják, hogy mi az, amivel a legtöbb esélyed van ezen a gémen. Két e-sport palánta, nem ma kezdték, na nézzük. Nokedli, így reménykedtem ott egy izébe.
és volt is balance landing, de úgy látszik, hogy nem jött ki időben, úgyhogy sikerült őt is megütni, bement a powerbe, kinyitja a cuccot, és látja is ultimate weapon-nel, hogy merre kell menjen. Itt valaki a sarkon bujkál, de nem sikerült ledownolni, nagyon szép volt a próbálkozás egyébként. Nézzük, diszkert az. Meg neki nem sikerült, nagyon jó, mehet tovább. Itt csak a kövekben bízhat. Nincs ideje loophoz menni. Ó, nagyszerű volt diszkertől, sikerült leráznia, viszont tequila lassan már second state-re megy. Ez egy second state angle-nek tűnik nekem, ami hatalmasat jelent Wolfinak. Az egy second state, instant. És senkit nem lát a közelbe. Dara nem bír a közelébe férkőzni. Ja igen, Landioni hitek, tényleg, most hogy mondod, Landioni hitek nem láttunk még. Úgy lehet, hogy kijavították a bugot a patch-el? És már nem bugoloni? Remek. Jó, nézzük, egyetlen generátor sem készült még el. Ez óriási Wolfinak. Nagyon szép volt barátod. Szerintem ez egyébként szándékos volt, hogy ne a detugos tekilára menjen. De végül is nem hülye ez a Wolfi, nem hülye. Természetesen megpróbálja kiszedni a detugos barátunkat. Úristen, azért az, ahhoz azért az, na ezek az acélgolyók. Hölgyeim és uraim, ezek az acélgolyók. Kivárja, érted? Hogy leüsse, hogy tudta, hogy úgyse találja el. Tudta, hogy az már nem lett volna fest volt, nem volt jó a rámozdulása. És sikerül még ezt is, itt is túlélni ilyen, nézzük Wolfit. Hát ez tequila most nagyon sok minden múlik, közben elkészült az első generátor, úgyhogy haladnak a srácok. Nézzük. Tudta Wolfi, az természetesen tudta, hogy ez azonnal egy izé lesz. Egy ablakon kiugrás, nézzük. Nem, elengedi? Nem engedte el. Jesus. Megvan tequila, viszont két gen is elkészült. Szóval azt mondom, hogy elég decent ideig húzta az időt tequila, ahogy csak tudta, átment secondbe, készülnek a genek, mint az állat. Tudják, hogyha be tudják szerelni az összes gent, akkor igazából nincsenek bajba. Úgyhogy nézzük. Így van, a szokásos Wolfi-féle taktika, lefészkempeli a Deathu, aki már meghalt. Ugye ezt már többször láthattuk Wolfinál, ez az elpénisz méregetés, ugye kinek nagyobb. Ő mutatja, hogy így is van ideje, természetesen csak viccelek, ez egy custom bug, nyilván már nem volt ott. És elkészült még egy generátor, nagyon iszonyatosan gyorsan szerelik a generátorokat. Nagyon jól állt Wolfi, de most már nem mondanám azt, hogy annyira jól áll, igazából már csak három ember ellen kell küzdenie. Szóval most már ő is tud csinálni egy ilyen óriási slágot, amit az előbb láttunk Csikitől, nézzük Dara. Azt a mindenit, ott a földön. Már fekszik is, fekszik pihen. Nézzük, bum! Ott van, aha, ettől féltem, diszkert is a földön, rámegy a harmadikra? Nem megy rá a harmadikra végül. Attól féltem, hogy itt bizony, rámegy a slágra, és azt mondja Wolfi, hogy tudod mit? Megmutatom, hogy mit ördöglik a légy. Jó, megvan Dara is, nézzük. Felakasztja, nem látja az utolsót, most ugye lezárodtak a genek, ugye? Nem véletlenül, és Noketli sérült. Oly, mit tud ebből kihozni az öreg Wolfi? Ojja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 j
Jó, nyomod neki, nyomod. Nézzük, egy jó balance landing? Hát, ez attól függ, hogy mikor jár le a power-je Oninak. Nem járt le. Spoiler, nem járt le a power-je Oninak. Oly. Hát, Nokedlinek volt már rúgja. Nem adták fel a srácok, szóval esetleg még Nokedli művelhet itt valamiféle huncutságot. Nézzük. Bum. Bum. Hát... Még azért nem bolond, várja, Johnny. Igen. Még egyszer. Nem sikerült. Ez azt jelenti, hogy akkor bizony ez az első olyan
történés a tournament története során, hogy egy-egyről beszélünk, igaz? Sikerült visszafordítani a dolgot. De ez, hogy kicsit izgult szerintem Wolfi, de jót ment végül. Én nem láttam rajta, de biztos, igaz? GG, sikerült. Megcsinálni. Ez nagyon nagy volt, hogy amúgy Tequila azonnal death hookra, vagy secondre ment, úgyhogy nagyon szépen kegyetlenül kihasználta Wolfi ezt a dolgot, hogy így alakult, és sikerült akkor 3v1-be ugye sokkal könnyebben szlagolnia. Úgyhogy GG. Igen, az első és legfontosabb, hogy nincsen jobb ember VNK-nál, imádjuk, nagyon aranyos, biztos sokan ismeritek, világi forma, nagyon kedves. Ó, pont berédeltél VNK, wow, kösz szépen a rédet. Welcome back guys, welcome a streamen, éppen a nagy döntő közepére érkeztek, pont rólatok beszéltünk, hogy milyen jó arcok vagytok. Hoppá, de most nem érek rá többet beszélni erről, mert kezdődik a verseny, de minden utána majd folytatjuk. Na de én azt akartam mondani, hogy igen, az első és legfontosabb VNK-n kívül az a generátorok. Mindig a generátorok száma a legelső, és csak utána számít minden, a hook state-ek, a first hook-ok, ilyesmi. Szóval az első és legfontosabb, hogy mennyi generátor készül el. Na nézzük, már mászik is ki a lyukból az öreg. Próbálok nem perverz lenni annyira, mint az előbb. De nehezemre esik, megmondom őszintén. Igazi férfi, állandóan perverz, mocskos disztó. Amint van esélye, már disznó poénokat nyom. Na nézzük. Szervusz VNK, üdvüd! Szervusz Clefi! Üdvözöllek, sziasztok! Na nézzük, megvan a down, bim bum bam, Asiri a földön, nézzük, Csiki ennyivel nem elégszik meg, már vadászik tovább, nézzék ki a következő áldozata, akit el tudna kapni. Ki az, akit magáévá tudna tenni? Azt is mondhatnám, hogy meg tudná-e farkalni Palomát, és mit szólna ehhez Paprika? Ez a következő valóvilág epizódunkban kiderül. Jó, hogy megsérült közben, miközben beugrott. Az igen, azt nem is vettem észre, akkor az még egy down. De közben Wolfi egyértelműen gondoskodik a barátjáról, viszont Paloma megy a húkra. Nincs mese, megvan az első akasztás. Az nagyon durva. Ott nem is vettem észre, hogy megsérült. Így van, kiszavazósó is lesz, persze, megnézzük, hogy kikapja a rózsát majd a végén. Köszönöm a rózsát. Nézzük, menj is vissza a lyukba, ahova tartozik, Csiki. Vissza a patkányok közé, ez egyébként Vargának a birodalma, most jut eszembe amúgy. Most élőben láthatjátok, élőadásba a patkány királynak a birodalmát, na nézzük. Dobj csak egy kisebb patkány. Aj, azt nem tudom, ki tette oda, de nagyon szép volt. Az egy nagyon szép dolog volt. Nézzük, Asiri az? Asiri. Ó, basszus, nem jött össze neki, úgyhogy megvan a második down is a földön. Oj, megvan a második akasztás is. Szép volt. Visszavonom, hogy azt mondtam, nem vagy elég mocskos disztó, te legalább akkora disznó vagy, mint én. Let's go. Mi disztók tartsunk össze. Na nézzük, egyelőre ugye látjuk, le vannak zárva a genek, így van, nem tudnak mit kezdeni most ezzel. Nézzük. Csiki mit kezd ezzel? Ugye tudjuk, hogy Prestige 100-as a Senua-ja, szóval nem ma kezdett el vele játszani. Nagyon jók egyébként. Mind a két csapat nagyon jó helyekre rakja a töreteket. Ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Mindig olyan helyekre, ahol foglalkoznia kell vele a killernek. Na nézzük, hogyan tovább. Nem talált senkit? Vissza a lyukba? Vissza a húkhoz? Hopp, láttuk valakit? Bizony, itt van. Ó, ha lassabban mászik ki, mert ugye itt van a húk, nem sikerült leszedni. Most próbálta Wolfi, viszont sikerült lepauzolni, az egy nagyon szép farkalás volt, egy jó ég. Wolfi is meg lett farkalva, na nézzük, hogyan bénak ezzel a srácok. Nem Wolfin van, hoppá, sikerült közben ledownolni Dragonát is. Hallod, én nem tudom, mi történt Csikivel, nem tudom, milyen szteroidokon van a csávó, de nagyon meg van őrülve ma. Hát ez sokkal komolyabb. Amúgy is nagyon komoly teljesítményei voltak, de ez most sokkal komolyabb, mint az előző teljesítményei. Nem tudom, hogy mi történt vele, de nagyon felkészült. Így van, a húk alatt, hogyha valaki fel van akasztva, akkor lassabban mászik, igen. Hogy ne tudjon olyan könnyen kempelni ezzel a módszerrel, ugye, hogy csak benne áll a cuccba, és tudod, akkor arra vár, hogy izé, hogy gyere, szedd le az izét, és akkor szépen visszamegy. És megint le van zárva minden gen. Oj. Megvolt a harmadik húkja is a killerünknek. Ez egy szép. Sikerült misszelni egy Csíkinek. Nézzük Asirit. Még egy miss. Ez elképesztő.
Csiki már úgy van, hogy mi a fa? Mi a fav? Mi folyik itt? És jól látom, le van pauzolva a húk? Le, bizony, jól látom, sikerült közbe. Így sikerül egy picit resetelniük, nice. Paloma próbálkozik, egyelőre nem jön össze neki. Nem vette észre? Jézus Mária, nem vette észre, közben szépen szétégették a seggét, de nem szedték ki a farkoló üzemmódból, nézzük. Hogyan tovább? Genezni senkinek nincsen ideje, az a durva. Senkinek nincs ideje genezni. Elképesztő. Opa! Láttuk egy farkat elszállni a levegőbe. Nem volt találat. Kétetem mindenkit offold, mert gyakorolt, szóval még jó, hogy ilyen a teljesítménye. El is várod. Nagyon szép. Palomának meg kellett sérülnie, de sikerült leszedni a csapattársát, de sajnos itt van a közelben a Jen is. Így van, itt nem, már nem nagyon tudott itt hova menni, nem nagyon volt esélye. Igazából az egyetlen esélye, hogyha misszeli a farkát, Dobby, de nem misszelte. Viszont Ashiri már megint eldodzsolta egyébként. Ashirinek ez a harmadik vagy a negyedik dodzsa volt már. Nézzük, mert is az akasztás. Ez lesz a negyedik akasztás, igaz? Oj. Hova fussak? Sehova! Prrr. Nagyon szép. Nézzük Wolfit. Wolfi a sörös, aki most jön megmenteni a társát. Paloma ugye már second. Dön van, nézzük. Dragonite próbált beszerelni egy gent, és... megint eldodzsol egy húkot, na jól van. MVP ezen a mérkőzésen szerintem egyértelműen a fagdodzsoló, vagy a kákblokknak is hívhatnánk Ashirit. Hihetetlen. Nem lehet megfarkalni, érted? Nem lehet. A Szűz Mária ereje legyen vele, nem bírsz vele, mindenki más azonnal kapja, őt nem lehet. Őt egyszerűen nem lehet megfarkalni, ez van, tesó, ez van. Válasszál magadnak másik áldozatot. Undorító, nem tudom, űrlény, nem tudom, minek hívjam. Hihetetlen. Világi a csaj, világi, viszont Wolfit sikerült ledownolni, úgyhogy Wolfinak ez lesz az első húkja, szóval megvan mind a négy embernek az első húkja, és Ashiri szerintem nem tudja befejezni, kész. Sajnos, nem sikerült neki, viszont Palomát közben megtalálta, ugye Paloma az Obsession, szóval ilyenkor látja az auráját, azért láttuk pirossal, látlakám Wolfi. Csak mondom, látlakám. Így van, Paloma óriási bajban van, Detug Obsessionként látszott az aurája. Hát nem tud mit tenni. Ő itt bizony kiesett a játékból, ebből a körből, a fordulóból, matchből igazából csak. Kiesett, és Ashiri még mindig nem tudja befejezni, mert már megint ez a rohadt gen le van blokkolva. Elképesztő. Hihetetlen. És sikerül belepopolni, nyilván sikerül neki belepopolni, de Killereknek a timingjaik ma amúgy elképesztőek, és szétszette az összes cuccot anélkül, hogy kiszedte volna őt a powerből, elképesztő, hát látszik, hogy a Prestige 100, egyébként valószínűleg négyszer szedett volna ki ez a két turret, és nézzük, már megint van Ashiri, na végre sikerült egy picit megsimogatni azzal a farokkal, ideje volt már, azt kell, hogy mondjam, ideje volt már, a csapattársai olyan szinten elhullanak, hogy az nem igaz, nem nagyon bírják itt a csészeket, Dragonának ez lesz a második húkja, Paloma ugye meghalt, Ashirinak van egy húkja, és Wolfinak is van már egy húkja. Így van. Elképesztő. Én helyében megfarkalnám a Senót, a legjobb védekezés a támadás? Azt mondod, hogy valaki farokkal támad, farkalj vissza? Egyébként? Oh, Wolfi! Jaj! Oj! Az beleakadt a szemüvegedbe az a hit. Headshot! Én hallottam, ti nem hallottátok, de ezt mondtam, bemondolt. GG, bro, nagyon szép volt. Óriási headshot. Bizony, még az én fejem is belefájdult, akkora volt, nagyon szép volt, pont egy icipici lógott ki egyébként, meg plusz a hitbox, ugye? De látvára csak egy nagyon kevés lógott ki, nagyon megvan vadulva, Dobby, egyetértek veled, Fusion, nagyon megvan őrülve a gyerek, egyszer nem tud hibázni, kivéve, hogyha Ashiriról van szó, de azt majd nem hozza le a blik. Ja, kákblokk, egyértelmű. Na nézd meg, 3, 2, 1, jó, azt, hogy már nem ismeri farkalni, mert minek? De úgy látszik, hogy megmerte, és végül bejött neki. 8 húkból, vagy 8 farokból 2 betalált. Nagyon szép teljesítmény Ashiritól egyébként. Vadállat ellen így visszatartani magadat, nem semmi húzás.
Most akkor itt Kajak Blight menteti meg Soséket, vagy Mighty Blight nyereti meg Daráéknak? Ez neked kedvez? Hát az biztos, mert imádom a Blightokat, imádom. Úgyhogy ez való igaz, hogy nekem kedvez. És egyébként az is durva, hogy mind a kettőjük nagyon ügyes Blight-tal. Azt tudjuk, hogy Dobby is, és Wolf is nagyon ügyes Blight-tal. Úgyhogy mindenféleképpen egy olyan lesz a következő forduló is, amit érdemes lesz végigizgulni, bárhogy is alakuljon. Még úgy látom a Killer könyvben, azt hittem ez valami háttérbeszédes pornó. Ja, ilyen hangos könyv? Vagy mire gondoltál? Öngyel azt mindenki ne túl. Hát nem ma kezdte a csávó. Nem ez lenne az első öngyeles megmozdulása egyébként a döntőbe, ami eszméletlenül durva egyébként szerintem. Ó, sikerül Wolfinak? Sikerül megmenteni a barátját? Nagyon szép, nagyon szép. Jó. Meg is van, Wolfinak sikerült elmenni, viszont Asher is sajnos ebben így akkor belehal. Unlucky. És maradtak ketten Dragona és Paloma, hogy akár egy gent be tudjanak fejezni. Ugye nagyon fontos, még nem szabad feladni. Nagyon fontos, hogy legalább egy vagy két gent be tudjanak fejezni. Az nagyon sokat tud adni majd a killerüknek, nagyon sok előnyt, hogy ne izguljon annyira. Úgyhogy mindenféleképpen jól jönne nekik még egy vagy két beszerel dolog. Na nézzük, Dragona. Tovább tudja elvinni, egyelőre néz ki, nem? Ashinnak a legacy-ét. Nézzük. Ezt tudta, ezt pontosan tudta Csíki, hogy ez bizony egy light play lenne, de így nem volt. Ja, már volt a killerük, de hülye vagyok. Tényleg, igazad van. Sorry. Hát akkor itt igazából már nem számít, tényleg. Ez az én ágyam. Annyira beleéltem magam itt a farkolásba, hogy ezt megzavarodtam, hogy most nem ők kezdtek. Igazad van. Így van, de jól mondjátok. Én ágyam. Dara nagyon jól választott, amikor Dobbit vitte először a csapatába. Most azt olvastam, hogy Dara nagyon jól választott, amikor Dobbit vitte először az ágyba. Mondom, Muffy, te énekről honnan tudsz? Azt mondom, hogy ez privát info, és csak én tudok róla. De így van, jól mondod, nagyon jól választott. Itt még nincs vége, sőt, pont ennél az ajtónál próbált kimenni. Ó, Wolfi! Szép volt. Oké, Ashiri szelleme, úgy látom, tovább él Wolfiban. Ezt a másik oldalon is látni akarom. Nagyon szép. Wolfi csak elfélteni? Nem annyira. Ugye egy, ezt tudjuk, hogy be van zárva. Mondom, Ashiri szelleme tovább él. Ki bírja el Wolfi addig, hogy megölje az entity? Kíváncsi vagyok most már. El tudja addig húzni, amíg lejár az entity idő? Hop. Ez szerintem mistake volt. Nagyon szép a perfing, amúgy egy pillanatra sem akadt be semmire, és a legjobb... Nem volt elég. Gigi a legjobb útvonalon ment, szerintem szép volt. Ez egy erős pérómélegetés? Azt mondod? GG mind a két csapatnak. Hát, szép gémeket láttunk megint csak. Nagyon szép teljesítmény volt. Dobby hozta, amit hozott. Ki a játszott Oni előtt? Ki volt az első killer? Oni? Spirit. Hozta azt, amit Spirit elhozott. Nem csodáltunk benne. Ez GG. Eldölt ez a kör is. Így van, Spirit volt az első, az is világi volt, mind a két oldalon egyébként. Mind a két oldalon világi volt a Spirit, itt is mind a két oldalon világiak voltak a killerek, és az Onik is világiak voltak amúgy, úgyhogy szerintem mi jártunk a legjobban, mint nézők, nincs okunk panaszra, az tuti a látott játékok alapján. Unknown-ra nem lehet szavazni, az új killer, az új chapter az nem érvényes a versenyen. Unknown-ra nem lehet szavazni. Azt ki kéne venni, hogyha véletlen beraknátok? Unknown nem lesz. De nézzük, Paloma, Csíki már el is indult a plátjával, nézzük, kedvenc killerem az egész univerzumban. Mit művelnek vele? Remélem büszkévé tesznek a killerek. Na nézzük, ugye már több light game-et láttunk a verseny folyamán. Ezen a versenynapon ez az első.
Ugye Dobinak a kedvenc skinje, ez a bolondos doktor a Resident Evilből, Birkin doktor, hát nem tudom, én annyira nem adom ezt a skint. Hangos, nehéz vele koncentrálni, de őt ez nem zavarja. Most jó? Oké, okay, nice. Az Unknown nincs benne, ugye Alma? Az Unknown nem kell bele. Az Unknownra nem szabad szavazni. Unknown-t az egész, ó, se a perkjeit, semmit nem lehet hozni. Oké, okay, nice. Jól csinálják a srácok? Elbújtak? Ügyesen elbújtak Blight elől? Lehet, hogy csak valami bug volt. Köszönjük, hogy megoldottad. Akkor most már tudtok szavazni egyébként, srácok. Ott van fönt a chat tetején. Hogyha véletlen szükség lenne rá, akkor ezt a nézők fogják eldönteni, hogy ki lesz az utolsó killerina. Vagy killerino. Hogy nem, mert ez új, az új kontentre sose. Véletlen izé érted, bugos, OP még nincsen bebalanszolva, nem fog, ilyen versenyeken sosem foglalkoznak az új kontenttel, mint legyen szó bármilyen versenyről. Ha valami verseny közben érkezik, az sosem vehet részt a versenyen. Meg nem is lenne fel, mert az előző csapat még nem tudott vele játszani, nagyon szép volt, stb. Megvan az első dám, Paloma. On the ground. Szép volt. Köszi szépen, hogy szavaztok. Jaj. Szépen lezárottak a gyerek, megint szabad meg lehet csíkják az első down. Nézzük. Hoppá, itt lecsúszott. Nagyon szép volt a flick, igen, nagyon-nagyon szép volt a flick. Hogy reagálja le ezt sosének a csapata? Soséknak ez most nagyon fontos, hogy még bennmaradhassanak a döntőbe. Itt most nagyot kell menniük. Vagy legalább nagyobbat majd, mint amit az ellenfél megy. Oké. Okay. Megkapta Sosé is az első hitét. Szép. Pre-drop a biztonság kedvéért. Az baj szerintem. Aha. Az probléma. Vagy nem? Nézzük, de... Az nagy probléma, az, hogy hívják, Blight ellen. Ez egy free down volt, nagyon szép volt. Aha. Pi-pi-piri-pi. Nézzük, Ashirit megtalálta a killerünk. Csíki. Nézzük, Ashiri hatalmasakat megy egyébként a mai nap folyamán. Nézzük, hogy tudja elfolytatni ezt a fajta teljesítményt. Hop-hop. Nem sajnos. Dragona próbálja azért a geneket nyomni. Egyetlen egyen sem készült még el. Óriási a probléma egyenlőre, úgy néz ki Sosiék felületén. Nyomni kell. A geneknek készülnie kell. Nagyon szép volt Dragonától. Nagyon szép a reset is egyébként. Nagyon jó minden. Szép munka. Ő lát a vállával is, amúgy a csalás actually, neki több kameraszöge van. True. Szia Zsolti, hello. Na nézzük. Oké, megvan Palomának megint a hite, ami az nagyon nem jó. Mert neki már ugye van akasztás, hogy oda kell figyeljen, nézzük. Aha, nem engedi el Csíki, mert a balance landing egyértelműen. És türelmetlen volt egy kicsit Paloma, és belefordul, basszus, ez nagyon-nagyon rosszul jött ki neki, és szerintem Csíki egy picit elrontotta, de így is sikerült ledánolnia. Ajja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 jj
Lehet, Zsolti, lehet. Mondjad, mit szeretnél? Olyan, mintha tele lenne Dead Zone-dal a map. Oké, sikerült még ezt a gent is megfognia, az nagyon durva. Mit állok Dead Slingerre? Célkeresztet. Nice try, de tudta Csiki, hogy itt bujik. Tudta. Na nézzük. Pup, megvan. Let's fucking go. Ott is a down. Dragunának ez lesz az első húgja, ő az egyedüli, akinek még nem volt. Ugye ez azt jelenti, hogy most szépen lezáródnak a generátorok. Hosszú 40 szekre, úgyhogy addig nem tudnak mit kezdeni, úgyhogy hát én nem tudom, hogy most afelé haladunk. Szerintetek megcsinálja a következő öncsenes 4K-ját Csiki, mert akkor beszarok. Mert akkor konkrétan beszarok. Igen, Annon, az új contenter, se a perkek, se a, csak az új Survivor kinézete, semmi nem engedélyezett a versenyen.
se az gyilkos, se semmi, semmi, csak a, még csak a perkei se, a Survivor perkek se, még csak a Survivor skinjét sem szabad hozni a versenyen. Nézzük. Uram, atyám, ez nagyon szép volt Csíkitől, jó ég, GG bro. Hát nem kíméli a szörviket, nem kíméli. Hát kíváncsi vagyok, hogy be tudnak-e szerelni ilyen gent. Vagy megint 5 gennél fogja leendelni ez a csávó. Hihetetlen amúgy, én nem tudom, hogy mit ivott reggel, de ez fixen nevet csésze kávé volt, ez több kell, hogy legyen. Ez legalább egy 4 csésze kávé így tudja pörögni. Jó ég. Szinte hibátlanul játszik meg mindent, hihetetlen. Csávó nem bír ma hibázni, ez nagyon... Úgy felkelt és eldöntötte, hogy ez az ő napja, tesó, ez az ő napja. Mindegy, milyen killer van. Igazán egyedül az Oniát tudták egy kicsit megszorongatni. Nagyon durva, nagyon durva. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. És még van neki még egy utolsó Pap Tamása. GG bro, GG. Paloma kiesett a játékból, de elkészült az első generátor. Nem lesz meg, nem lesz meg az 5-genes 4K. Sikerült, sikerült Soségnak legalább egy gent beszerelni. Ez hatalmas egyébként. Nem tűnik olyan nagynak, de ez hatalmas, hogy sikerült egy gent beszerelni. Ha még egyet be tudnának szerelni, az elképesztő lenne. Az még ennél is elképesztőbb lenne. Asító, nagyon szép volt a ték. Mit csinál? De így van. Akartam kérdezni, hogy mit csinál Csíki? Azt mondta, hogy tudod mit, ha ennyire vagány vagy, hogy betékened a hitet? Gyere csak ide apához. És bizony, bizony, mivel detúkos, ezért megpróbálja elkapni. Nem, elengedte végül, megnézi, hogy mi a helyzet ezzel a gennel. Tudta, hogy most fog lejárni ugye a lezárás, a deadlock. Nincs itt senki. Bágy szírumot ivott? Van benne valami, van benne valami? Nagyon durván csinálja. Nagyon durván csinálja. Nézzük, nézzük. Most nagyon sok múlik Sosékon. Hiába vannak már csak hárman, rengeteg múlik ezzel, hogy mennyi gen tudnak beszerelni. Nézzük. Brr. Brr. Sorry, csak itt a kortyot, na nézzük. Visszajön nyilván ehhez a genhez. Nézzük, talál itt valakit. Nagyon ügyesen csinálják a srácok, eszméletlen ügyesen csinálják. Pontosan erre van szükség, amit most csinálnak. Pontosan erre van szükség. Nem talál chase-t. Nem tudja mi van, vissza kell állandóan jönnie a szaros gem miatt, most a deadlock miatt nem kell sokáig visszajönnie, de nagyon szépen csinálták, leszarták a hírt, tudták, hogy nagyon fontos, hogy gen. Nagyon szép, nagyon szép. What the fuck, meg közben megállítottak a nagy fegyveres rendőrök, mert valaki kirabolt egy boltot és rám jó volt a leírás, what the fuck. Ne piszkáljad a szponzoromat, most adta meg az 1000. szabját, ne piszkáljad. Jó, megvan Asiri, sikerül Asirit is kiszedni a játékból, nézzük hogyan tovább. Van egy dragónánk és egy sosolunk egy-egy húkkal. És a gyerek még egyet be tudnak esetleg szerelni akár. Benne van, nézzük. Egyértelműen vissza fog rohanni oda, elég messze van egyébként Csíki, de hát ugye Blightról van szó, szóval nyilván nagyon hamar megjátsza. Nem sikerült sajnos beszerelni. Basszus. Nézzük addig, mit csinál, hop-hop. Sosi. Mi van Sosival addig? Sosi is itt van. Az hatalmas lehet Sunyiba. De hát nem lehet ezzel a fiúval, hallja, hogy mi a helyzet. Tudja, ebbe már nem sokat fog tudni belerúgni ebbe a gembe, szóval ha elég ideig húzzák az időt, akkor utána már csak nézni tudja a generátort, nézni tudja, de más nem tud vele csinálni. Sajnos mind a ketten megsérültek. Megjött, hát ha visszajött ide valaki, nem jött vissza ide senki. És az is megvan, Sosi a földön. És Dragona nagyon szépen elkezdett inkább egy másik gent. Ajajajajajaj. Honnan van az 1000 subgate? Most fogják kinyomozni, mi? Oj. Kivették a telót a kezemből, közben nagyba írtam, azt kérdezik, ez mi? Ja, csak most mondom a spanomnak, hogy hallod, rajtad keresztül mosom a pénzt, úgyhogy ja, itt vannak a zsarúk, tüntesd el a bizonyítékokat, amúgy semmi komoly. Tüntesd el a subgifteket, pedig vedd le a képernyőről. Megcsináltam, főleg megcsináltam, ne aggódj, nem kerülhetsz bajba. Nem kerülhetsz bajba. Na nézzük. Bum! Megvan Dragona is, akkor viszont nem sikerült sajnos azt a 90% körüli gent beszerelni. Oj, az igen, az igen.
Nagyon közel voltak az, na hát most meglátjuk a következő mérkőzésre, hogy ez mennyit számított. Szerintem biztos, hogy nyugodtabb lenne a lelkük, hogyha csak kettő dzsem maradt volna hátra. Így három dzsem maradt hátra, hát kíváncsi leszek. Erős utolsó, vagy talán nem utolsó, de esélyes utolsó mérkőzéshez nézünk. Elébe. Így van, a két dzsem sem rossz, ne érts félre, a két dzsem sem rossz, csak azért szerintem jobban megnyugodott volna a lelkük, hogyha egy harmadikat is sikerült beszerelni. Ettől függetlenül világi volt a mérkőzés, GG. Na nézzük a visszavágót. A deadlock nagyon nagyot ment, az egész build, mi az? Gribbebrisz is nagyon nagyot ment, a pop is nagyon nagyot ment, az egész build, na ilyen volt, na. Na nézzük, a Presszi 100-as Blight Wolfie mit tud lehozni a darab csapat ellen, nézzük. Nézzük. Az előző taktika ugye az volt, hogy próbáltak addig bujkálni, ameddig csak lehet. Nézzük, hogy ez most megvalósítható ez a bujkálás, vagy sem. Van-e rá lehetőség, vagy nincsen? Hop-hop. Oj. Ha csak kettő duranak és nyernek sosem, akkor folytatódik a döntő, akkor a döntő jön. A döntőben jön egy döntő, nézzük, Tekira megkapta az első hitet, le is dobta a palettát. Ez nem most nehéz még megmondani, hogy ez kinek volt jó, mert ez egy nagyon erős paletta volt. Lehet, hogy csak tovább kellett volna futni, és enélkül is elkapja Wolfie, akkor ez viszont Wolfie-nak éri meg. Így van, megvan az első dán, iszonyatosan hamar megvan az első dán, már mehet is az akasztás. Nézzük. Wolfie nagyon szépen csinálta, közben a többiek keresgélik még a helyüket a generátorokon. Így van, ezt láttuk, hogy ez egy pénz volt, vagyis hát legalábbis hallottuk. Nézzük, már zárja is le Wolfie a geneket, ahogy csak lehet. Nézzük, hát ha megtalál valakit. Ó, nyomot talált, az bizony egy... elég volt, az viszont egy bomba, egy legjobb kor. Knocked Little, egy legjobb balance landing. Vagy a legjobb kor való balance landing. Hopp, mennek a mind game, sikerült megütni. Ledobta a palettát, még ennyivel is kevesebb paletta. Darab közben próbálja resetelni a csapatását, mit csinál az utolsó? Egyértelműen diszkett rajta van egy genen, közben Knocked Little próbálja húzni az időt, de megjátsza Wolfie, megvan a második down. Egyelőre nagyon jól áll Wolfie, de ez kevés, mert Darabnak nem sok gen kell. Úgyhogy ez még így egyelőre nem elég. Nagyon jól áll, de még ez nem az igazi. Egyelőre szerintem én úgy érzem, hogy Darályok vannak előnyben még. De nagyon jó kezdés a kilenek. Az a baj, hogy ezen a meccsen ez a kezdés, ez a nagyon jó kezdés nem elég, mert nagyon könnyen vissza lehet ebből esni, de egyelőre kifogástalan. Nézzük, hogyan tovább. Diszkert természetesen nem szarozik, és Tekira is ráment a genekre, és Dara azt, hogy direkt megmutatja magát, csak akkor nem tudta volna leszedni a barátját, de nem mutatta meg magát, hogy le tudja szedni a csapattársát, gondolom ő fog menni resetelni. A mocskos mindenét. Igen. Nem rossz, egyelőre nem rossz. Látod, ezért mondtam, hiába volt jó a kezdés, most egy picit lassul a kezdés. Ó, azt pont meglátta Wolfie, ez nagyon nagy catch, hogy ezt a gent észrevette. Ó, ezt ennyire utálom, ezt én is beszoktam itt akadni amúgy. Aha, sikerül is tekinának elfutnia. Jó, nézzük. Megtörtént az áhúk, megy a reset. Nézzük, mit történik itt. Ez egy nagyon blind biztos hely egyébként. Itt le tudja dobni majd a palettát, szerintem hitnél. Szóval ez egy nagyon veszélyes hely egyébként Blight ellen, nagyon ritkán lehet ledobni a palettát, úgyhogy ne sérüljél meg, és ez valóban megint így jött össze. Meg kellett sérülnie, mielőtt ledobta a palettát, megfékelte. De nézzük, kijött a Death Heart? Itt tekinek már van egy húkja, sorry. Kijött a Death Heart, szóval most már a Death Hearttól nem kell tartani a Wolfie-nak, és mostantól tudja, hogy Tekira a Death Hearttal játszik, megpróbálta megfordulni, de nem sikerült neki. Viszont mivel neki már volt egy húkja, ezért ő nem fog kapni a Grimből. A Grimből nem fog kapni Wolfie semmit. Viszont legalább van egy death hookosa. Így, veszélyes a helyzet. A gyerek mint az állat készülnek. Hihetetlen. Igen, és ezt válaszza Wolfie, ezt a gen protectori. Ez azt jelenti, hogy ez a gen, ez itt egészen biztosan készülni fog. Szép volt a vakítás, nem jött össze. Nagyon szép volt Diskertől, nagyon szépen meglupolta, nézzük, hogyan tovább. Van esetleg, persze, hogy pont Diskertnél van, le tudja pauzolni a húkot, úgyhogy nem kell aggódnia, még egy ideig nem fog meghalni, és elkészült az első generátor. Elkészült, ez egy nagyon nagy mentális boost most szerintem Daráiknak. Most már csak egy generátor és döntetlenen vannak legalább. Nagyon szép volt Diskertet, sikerült megjátszani, meg is kapta a húkot, igen, meg is kapja az akasztását, megkapta a dányát, és már készül a következő, vagy a középső gen, ami ezen a mappon az egyik legfontosabb generátorot középen. Azt mindig igyekeznek beszerelni a szörvék, mert könnyű védeni a killenek, szóval jó tőle hamar elbúcsúzni. Nagyon szép egyelőre, nagyon szép jönnek ugye az akasztásra. Természetesen Tekira nem fog meghalni. Hoppá, várjál csak, közben Wolfie is itt van. Nem vette fel Diskertet, szóval nem kapja az akasztást.
nem sikerült neki átütni, el sikerült beszánolni. Egyelőre diszkett még mindig haldoklik a húkon. Ujj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 
akkor ez itt egy veszélyes fordulat. Most Wolfinak a fejében az járhat, most megéri nekem pelni, baszki? Mert akkor csak három ember ellen kell menjek, de mi van, hogyha folyamatosan szerelnek ezek a mocskos gyárdássereg? Akkor nagy bajba vagyok, szóval ki? Nem vette észre? Én pont láttam diszkertet a gyönyörű, de nem vette észre, Wolfi, Pont kilógott egy pillanatra, én elcsíptem. Jó, mondjuk látod, ebből látszik, hogy mi a különbség akkor, amikor játszasz, meg milyen, amikor csak nézed. Olyan dolgot veszel észre, amit játék közben nem láttál, mert nincs semmi dolgot, csak nézni, ugye? Szóval sokkal tisztábban tudsz látni, meg nincs rajta ugye az a stressz, ami rajta van ilyenkor, de sikerült diszkertet elkapni, viszont Tequila nem halt meg. Viszont diszkertek még nem volt húkja, úgyhogy most jól fog jönni. Én most nagyon jól fog jönni, hogy lezárja a cseneket, és egy picit még húzza az időt, de nézzük hogyan tovább. Hú, apám, nagyon szoros. Nézzük, Dara nem tudott meggyógyulni, és lát, hallom, a hallásból itt nem látjuk a killert, mert ugye bebágolt most a killer. De nem, akkor nincsen Darán, sikerül, itt van Tequila, és sikerül leszedni? Sikerül leszedni? Nézzük ezzel, mit kezd Wolfi? Kire megy végül? Ó, nagyon szép volt a ték, Tequilát nagyon meg szeretné ölni, ugye ne felejtsd el, hogy Tequilának még van death hardja. Az a... és ezt tudta, ez pont, ez nagyon szép volt ez a mind game Wolfitól. Pontosan tudta, hogy mit fog játszani Tequila, minden gamebe befékeli az ablakot és bedetárdozik, legalábbis többször láttuk már tőle, ha nem is minden gamebe. Ugye ez nagyon szépen kivárta a Wolfi, de hát meg kellett próbálni a Tequilának, nem volt más választása, mint hogy megpróbálja ezt beadni, miután már bekapta a mind game-et. De nem sikerült neki, úgyhogy megvan az első alattunk, sikerült megvédeni ezt a középső gent, ami nagyon jó, mert semmelyik másik genen nem dolgoznának, ha nem Dara lenne ennek a csapatnak a kapitánya, tehát természetesen van B-tervük, és egy másik generátor is dolgoznak, úgyhogy még nincs veszve semmi, Óriási, Elképesztő, kit kaptunk el? Tequila halott, diszkertet, akinek ez a szekönyje lesz, az most az egyik legrosszabb Wolfinak egyébként. Ja nem, mert neki még nem volt péreze, aha. Most rakta péreze, úgyhogy ez jól jött Wolfinak. Sikerült belepérezelni, és akkor ebbe is bele tudunk, de az már nem sokára le lesz zárva az a gen. Nem, már jelez neki a játék, hogy haló haver, már nem soktól tudsz belerúgni, és Dara azonnal a földön van, azonnal van még egy akasztás. Dara az egyedüli, akinek nem volt meg a first hookja, most már az is megvan. Megvan mind a négy first hook, és Dara a hookjával megvan a greenből az összes stack, úgyhogy most 40 szekre le fog minden gen blokkolódni, és szerintem ez egy Pérez hook. Ez egy Pérez hook volt. És most kijött a buildjének a maximális potenciája. Igazából most már Wolfi múlik, hogy mennyire gyorsan tudja elkapni őket. Ha nagyon gyorsan, akkor akár még 4 gennél is vége lehet, de igazából még nem dölt el semmi, Még legalább egy gen mindenféleképpen be kell, hogy szereljenek, hogyha szeretnének rájátszást, vagy ilyesmi. Nem sikerült a bujkálás diszkertől. Óriási, Dara nem tud most itt mit kezdeni. Ez egyelőre úgy néz ki, hogy ez a performance lehet, hogy tovább viszi a döntőt. Úgy érzem, hogy ennek itt még nem lesz vége. Nem utoljára láttuk ezt a két killert egymásnak feszülni, ezt a két csapatot. Ha jól látom, elképesztő. Szinte mindjárt magam aláfosok. Excuse my language, nagyon szép volt, Darát sikerült közben leszedni. Nézzük, Dara merre. Elindul a kis genére. Visszamegy. Nézzük, Dokkedli mennyi időt tud nyerni. Nem sokat. Dara az utolsó. Mendelnie is kell. Dokkedli mondjuk még nem teljesen dead hook. Így van, nem teljesen dead hook. Ezt amúgy nem mondasz hülyeséget. Nem tudom mióta bujkált a diszker, de így van a Grimm. A Grimmnek van egy olyan tulajdonsága, nem csak lezárja a geneket, hanem az obsession megmutatja 8 szekig. Úgyhogy valószínűleg látta az auráját diszkertnek Wolfi. Úgyhogy egész egyszerű dolga lehetett. Atyavilág, vajon be tudnak-e még egyet szerelni, hogy legalább újrajátszás legyen? Ha meghallak mindannyian. Vagy ez bizony egy magabiztos sosi team. Pont. Egy magabiztos lovagok, akik azt mondják hedge. Pontocska ebbe a körbe. Nézzük, egyértelműen nincs az eszébe se Darának, hogy megmentse a csapattársát. Nem hülye, tudja, hogy ennél sokkal fontosabb dolgok vannak, mint a csapattárs megmentése, és ez szerintem kezd Wolfinak is az eszébe jutni, hogy várjál.
Ők mit, most mi? Ők feláldoznak valakit egy zsenér? Csak azért, hogy ne bukják el a pontokat? Beáldozzák? Nézzük! Aja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 j
ember nem sikerült ilyen 80%-ig elszerelgette egy Dorodzsent, de nem volt elég, nem volt elég ahhoz, hogy ez itt befejeződj, vagy el tudják hozni ugye az újrajátszás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy megvan a kör Wolfieknak. Persze, Dragona, hogyne. Így van, ez azt jelenti, hogy 2-2. Már intézlek is. Wolfiekhoz szeretném bekerülni, ugye? Ja, de benn vagy, ahogy látom, akkor már nem aktuális. Mert úgy látom, hogy benn vagy. Ez nagyon szép volt, GG. G to the G. Ezek döntőz méltó játékok? Az biztos. Akkor folytatódik, akkor viszont azt jelenti, hogy szükség van. Szükség van a chatre, mert a chat fogja eldönteni az utolsó killert, hogy kivel fog eldőlni ez a mérkőzés. GG, nagyon szép volt. Bekészültük a döntő, hát nem tudom, hanyadik fordulója ez már, de már itt vagyunk egy ideje a döntőben, nézzük. Miss Kagbroker, Paloma, Csiki, ugye, a meglepetés királye Xenobite-tal, és Dragona, ugye? Személyesen. Na nézzük, Wolfie az első, akit megtalált a killer. Két jó barát egymás ellen. Óriási a mind game. Wolfie azonnal megsérült. Elképesztő. Nézzük, hogyan tovább. Ó! Oh, nagyon close. Nézzük, viszont hoppá, micsoda buildje van Wolfie-nak. Sikerült egy kis plusz cuccot szereznie, de nem. Így is, úgy is meghalt. Ez egy óriási hit volt. What the fuck? Szép volt Chiki-től, megvan Wolfie, azonnal a földön egy Jennél, ezt a Jent elüldöz innen erről a Jennről az embereket, nézzük a Shirit. Azt hittem, hogy nem csak a farkakat, de a láncokat is tudja blokkolni, úgy látszik, hogy nem. A láncokkal már nincsen olyan jóba. Na nézzük Wolfie-t, megvan az első felvétel. Jó. Nézzük, hogyan tovább. Oh, please. Good suffering. Jó, be van duramva a killer, be van. Na nézzük, felvették a... Ezért megy a teleport? Nem megy a teleport. Engedi, hogy Ashiri sérülten kirakja. De nem véletlenül engedi, mert megjátsza. Közben le lett pauzolva, azt látjuk Wolfie-t, nincs ott para, próbálják a Jent befejezni, nem engedi Palomának. Nézzük, megy a dodge, easy. Sikerül elszaladnia. Chiki nagyon jó pozícióban van, középső Jent megvan, középen van a hook, van egy dánya ott mindenhol, szóval minden ott van neki. De megint sikerül Palomának dodzsolnia. Nagyon szép. Oké, bum, megvan. És Wolfie-nak van ugye egy akasztása, és aztán azonnal földre kerül. Na Wolfie-tól ez vajon szándékos-e, vagy sem? Lehet, hogy nem fog kiderülni. Nem sikerült. Az egy nagyon jó palett volt, sajnos nem sikerült a palett szív. Dobi, lassítsál. Légy szíves. Nem akarok az SCP-vel játszani. Köszönöm. Srácok, egy gent azért csak beszerelnék, érted? Oké. Nézzük. Nagyon jól áll egyelőre az ifjú. Szerintem lemaradtunk valamiről? Lehet, hogy lemaradtunk valamiről. Mindegy, nem akarok beszélni olyat, amiről nem biztos, hogy lemaradtunk, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Nézzük, hogyan tovább. Wolfie felkerült a földről. Dragona nem híleli, hanem inkább ráfeszülnek a Jenre, mert tudják, hogy nagyon fontos a Jen. De mint hogy egy ember mínusz lenne, nem? Ja nem, semmi, jó. Megszólalt, azt mondod, hogy egy embernek nem látjuk a kameráját. Jó. Nézzük, hogyan tovább. Egyre nem sikerült egy Jen sem beszerelni, az a helyzet. Az a helyzet, hogy még egyetlen egy Jen sem készült el, szóval nem állnak annyira jól, ráadásul van már egy akasztás a Wolfie-nak, egy Dragonának és egy Ashinak. Még nem a világ vége, de nem állnak annyira jól. Na nézzük, Wolfie-t el tudja elkapni a killer. Látja egy Chiki? Próbálja vonzani magával. Ez lehet, hogy óriási hiba volt Wolfie-tól. Nem, még sikerül elmenekülnie, jó, hogy sikerül, kezdődik a reset. Palomának nem sikerült geneznie egyelőre, viszont ki fogja tudni rakni a kockát valószínűleg. Nézzük, hogy erre mi a killernek a reakciója. Ashiri közben meghílelődött. Nézzük, hogy Palomának a kirakása az elége. Nem tudta kirakni, ráadásul nem is kellett oda teleportálnia, és ment be is rakta Palomát.
Ami óriási probléma. Ami óriási probléma, ezt muszáj ledobnia, de nem dobja le, nagyon türelmes. Nem volt elég türelmes, de nagyon türelmes volt, szóval a Paloma is a földön, ráadásul megszerezte a kockát. Oké. Okay. Jó, megvan a kocka. Vagy ilyenkor most nincs meg? De megvan a kocka, oké. Okay. Úgyhogy ez nagyon szívás nekik, mert most fixen nem fognak tudni genezni azt a mindenit, mekkora pressure-je van már megint. Már megint. Oké, okay, egy pillanatra ott volt a kezében a kocka, de csak nekünk volt bug egyébként. Hop, 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 ez egy aura reading a javából. Ez azt jelenti, hogy a Grim az most 40 szekig leblokkolja a geneket, ugye egész nap ezzel a perkkel játszottak, már egész jól megszoktuk. Közben ki tudják rakni a cuccot, és sikerült dodzsolni a Wolfinak. Tudja, hogy csak erre szabad menni. Nagyon szépen csinált a Wolfie-t, szinte érinthetetlen a csávó. Remekül játszotta meg, nem ment rá a 50-50-re, hogy le tudjon ugrani a killer, vagy bármi ilyesmi. Még mindig Wolfie van, ez talán jó esély lehet a csapatnak, de nem, mert a killer visszafordul a hookra pont abban az időben, amikor szednék le a Survivor-t. Na nézzük, Dragona nem ignorálja le Dragonát, Dragona direkt befutott középre, na nézzük, Dragonának van-e már hookja? Egyetlen egy hookja már mindenkinek van, ez azt jelenti, hogy Dragonának is van már egy hookja. Oj. Na nézzük, hogyan tovább. És ennyi volt, le is rázta. Nem jön rá tovább Wolfie, vagy a Csiki. Nézzük Wolfie-val esetleg mi a helyzet. Asiri be tudja szerelni az első generátort? Ezzel megmentve engem az SCP játéknak a játszásától? Képes rá? A Kark Blocker? Sikerülhet-e neki, vagy nem? Én úgy látom, hogy ez eléggé gyanúsan sikerülni fog. Jól látom? Bum! Ott is van. Nem kell játszom az SCP-vel. Még. Nagykő esett le a szívemről. Már meglepődtem, hogy már megint öngyennél fogja leendelni a gémet, de úgy látszik, hogy nem. Szépen tartják magukat a siriék. Na nézzük, hogyan tovább. Hop. Dragonát nem lehet ilyen alvatőn dolgokkal bevételni, uram. Ő megvárja egész pontosan, amíg feljössz, és nem volt balance landingje, úgyhogy nem tudott innen már mit csinálni. De nagyon szépen húzta az időt azzal, hogy egy helyben állt. Ez a standstill technek hívják. Sikerült mindgame-elni a magát egy picit Csikinek, ami minden másodperc, hogy jöjjön a Survivor-öknek. Minden elkészült gen nagyon hasznos lesz nekik, az tuti. Minden egyes gen szuper fontos, hogy elkészüljön. Úgyhogy ez nagyon sokat fog szerintem a végén számítani. Rengeteget. Elképesztő. Tényleg világi. Oké. Okay. Mit tud ebből kihozni Csiki? Ki van? Wolfie? Sikerül Wolfie-t elkapni? Wolfie még nem defukos, de szerintem ebből nem tud kijönni ebből a szituációból. Tévedek? Hát kétlem. Azt a büdös mocskos mindenit, de ki jön ebből a szituációból? Ki jön az öreg? Nagyon szép. Az hogy nem volt itt az ablaknál? Elképesztő. Közben megy a izé. Paloma, van neki balance landingje? Rajta van a killer? Nem rajta van sajnos a killer. De még senki nem esett földre. Nagyon szépen csinálják. Jó, kezd elgyengülni a pressure-je. Hogy hívják, Csikinek? Már nem annyira nagy, mint volt. Még mindig hatalmas, de már jóval kisebb. Na nézzük, hogy még le tudja dobni a palettát? Nem ér el Paloma a palettáig, és ez Palomának a második húkja lesz. Nagyon szépen csinálják. Még itt ebben sok gen is benne lehet. Az is lehet, hogy egy sem készülhet, de akár 2-3 generátor is elkészülhet még, ahogy látom. Nagyon szép. Az nagyon kellett egyébként Bex, hogy ott ne üsse meg Wolfit, az nagyon szép volt. Én azt már hitnek láttam amúgy actually, de nem. És elkészült a középső gen. Nagyon jó. Az egy nagyon fontos gen. Ó, meghallott, hogy leugrott Asiri. Nézzük, hogyan tovább. Nem, el is engedi. Paloma nagy bajban van, és közben Wolfit kiszorítja. Lehet, hogy nem fogják tudni leszedni... Palomát. Jujj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 
Nice, nice, nice. Sikerült leszenni, Wolfi debbent földre, nézzük hogyan tovább. Paloma és Dragona már dead hook. Megvan mindenkinek ugye a first hookja. Egyelőre kettő darab generátor elment, ami amit szerintem nagyon jó. Ha engem kérdezel, szerintem az nagyon vad. Nézzük, hogy mennyi generátor van még ebbe benne. Jó, közben megvan Dragona. Dragona sajnos dead. Dragona sajnos kiesett ebből a meccsből.
ha minden jól megy, így van senki. Blokkokat nem nagyon látunk, szabotálás blokkot nem igazán látunk. És közben Asirik dolgozik serényen a kockán. De nem teleportál rá. Palomának láttuk ugye egy ilyen nagyon fura szögből, hogy elbalansz landinget, hogy biztos jól legyen. Viszont tudja, hogy itt rakta ki a követ. Vagy a kockát, a követ. Nincs sprint burst. Vagy hát exhaust volt. Most egy kicsit volkolnia kéne. Hát igazából megvan a volk így. És ott a sprint burst. Egy kis plusz időt nyerve ezzel. Jó ég, jó ég. Hihetetlen, hogy minden pont jól jön ki nekik, elképesztő. Megint van balansz landingje, mert akkor beszarok. Nem, nincsen. Óriási. Óriási, ez viszont tab betalált sajnos. Esetleg a lyukba megjátsza, nem sikerült megigazni Wolfit. Vagy ő csíkit, sorry. Palomának, de nice try volt, nice try volt. Na most van baj, na most van baj. Innen nincs menekvés, és Paloma is deathook. A kérdés, hogy így van, elkészül még egy gen. Ujj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 
kezdés a szörvi oldalról, hogy három generátor is elkészült ez ellen a vadállat ellen. Nem rossz, nem rossz. No bad, no bad at all. És ugye tudjuk, hogy nem Wolfie fog killerezni, mert Wolfie survivorozott. Úgyhogy tudjuk, hogy Sosi lesz az, aki a killer oldalt be fogja tékelni Senóval. Nagy izgalmaknak nézzünk elébe, azt tudti. Hújj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 j, megvan Ashiri. Ashiri még nem deathhook egyébként, és Wolfie se, de nem hinném, hogy leszednék egymást. Itt igazából ami fontos lenne, hogy még egy generátor elkészüljön. Szerintem. Kíváncsi vagyok. Nagyon szép. Ó, várjál? Nem. Egy ték kellett volna, és akkor levigyölözik. Na nézzük. Sajnos a killert nem látjuk, hogy hova megy. Nem tudjuk, hogy hova jön. Nem tudjuk. Aha. Nem tudjuk, még mindig bagos. Most jó lenne látni a killert pedig. Oké. Látjuk a killert? Nem látjuk a killert. Azt látjuk, ahogy Ashiri szenved. Még mindig nem látjuk a killert. The fuck? Oké. Hol van? Ashirin van? Ashirin kell, hogy legyen? Új, de beszartam. Szép volt. Megpróbálta. Egy jött ki belőle igazából. Nézzük Wolfie mit alkot. Ugye a kocka miatt már azért nem vette fel, mert nem kell aggódnia. Viszont itt nincs seg. Szóval itt nem tudjuk, hogy hova fog spónolni. Egyértelműen nyilván a... Ja, de van seg, sorry, hülye vagyok. Van seg. Azt hittem, hogy valamire itt nincs seg, de Wolfie nem a segre ment volna. Mert tudta, hogy a kinen is oda megy. Sorry, butaságot mondtam. Valamire az volt a fejemben, hogy itt nincs seg. De van seg. Szóval pontosan tudtuk, hova spónol a hedge. Nem volt semmi hedge king dolog. No bad at all. Very big. Nézzük, mi lesz a vége. Wolfie ki tud-e valahogy menni? Ugye azt akartam mondani, nem tudom, hogy végigmondtam, hogy ilyenkor a kocka már nem érvényes. Aha, itt ezt egész könnyedén látja. Úgyhogy ezt inkább azt fogja nézni. Oh shit! Unlucky timing. Itt bizony szerintem nem lesz kijutás. Nem vette észre? Oh shit, akkor még simán lehet kijutás, várjál. Aha. Hallod? Leesek a székről, tesó. Az vagy, nem hiszem. Nice try, bro. De nem, nagyon szép volt pedig. És elkapta a bokáját. Az GG, az ott a 4K, viszont elkészült azért jó pár gen. Ugye 3 darab generátor elkészült. Nem volt rossz. Kifejezetten jó próba volt szerintem tőlük. Na nézzük, hogyan reagál erre Survivorba a Dara team. Mit tudnak? Be tudnak-e szerelni ennél több gent vagy sem? Ez itt a kérdés, illetve hogy Sosi mit tud kihozni killerbe? Ugye? Nagyon klilláncok voltak? Nem voltak rosszak. Egyáltalán nem voltak rosszak, azt kell, hogy mondjam.
Nem, de attól még nem nyernek, Krisz, nem? Mert itt is ugyanúgy kell lejátszani, vagy nem? Várjál, miért még hülyeséget mondok. De? Itt nem két gémet kell játszani, és az alapja... Ja, de, persze. Ja, de, ja, nem, én mondok hülyeséget, sorry, de. Igen. Soslodnak a Cenobite-ja vs. Daraboy, Diskert, Nokedli és Tequila. Na nézzük. Mit tudnak alkotni a döntő valószínűleg potenciálisan utolsó mérkőzésén? Illetve Sosi mit tud alkotni? Nézzük. Nekem mindenki ilyen, de a Soslonék, akkor kérem vissza a pontjaim. Meglátjuk, mi lesz a helyzet. Nem, most nem Wolfi. Wolfi nem lehet a killer, mert ő Survivor volt. Aki Survivor volt, az nem lehet killer ugyanabban a körbe. Úgyhogy ez bizonyít nem Wolfi. Hanem nem más, mint a csapatkapitány személyesen Soslon. Új, közel volt, de nem találta el a kis lábikóját. Nézzük, hogy találtak-e már generátort. Nem. De már rakják is ki a kockát. Majd ha vége a versenynek, Pinky, utána kitérek rá. Nagyon szép bekanyarodás volt Nokedditől. Nézzük, nincsen neki lightja, úgyhogy nem tud gyorsan elmenni. Elkezdődtek a genek. Na nézzük. Sose izgul? Miből gondolod? Telibe! Tekilának meglepi. Szépen sikerült eltörni, és nem is ment be, az nagyon jó. Vagy az csak sérültem van? Oké. Megvan az első hit, így van, Tekila megszerezte az első hitet. Nézzük, hogy földre megy az első generátor előtt, vagy sem. Nagyon szép. Aha, csak sérültem van akkor, hogy kapod a mendet. Nice. Nézzük, mennyire jött hozzá közel. Nagyon közel jött hozzá, Sosi. Eszmetlen közel van. Itt egy balance landing esetleg segített. De úgy néz ki, hogy op. Tekila, légy szíves, kapcsolat ki a csalást. Jó, mert ezt most élőadásban láttuk. Nem már a döntő közepén, légy szíves. A teleport hacket ne itt mutasd már be a nézőknek, jó? Tudom, hogy megbeszéltük, hogy népszerűsíteni kell. De nem most, jó? Nem most a döntő közepén, ne járassál le. És addig elment két generátor. Aja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 j. Nem unatkoztak daráig, nem unatkoztak, addig kettő darab generátor ment el, amíg az első chase zajlott, az hihetetlen. Oj. Nagyon durva, hát ez egy zserrás, így van, ez egy nagyon komoly zserrás. Nem unatkoztak, ráadásul mondom, korruptja is volt az öregnek, szóval jól kihasználták azokat a zserket, amiket lehetett. Nagyon szép volt Tekilától, hogy elterelte a figyelmét Sosinak. Nézzük, hogyan tovább, azt tudja, hogy Sosin szerintem, hogy szétveri az ideg. Már csak egy gent bukhat el. Mura ebből baj lesz. Így van, bum, kapta a heavy diszkert. Nem sikerült ledobni a palettát. Nézzük, mennek a izére? Mennek. És közben csinálják természetesen a generátort. Nem szaroznak. Pörög a generátor, mint az állat. Bum. Ott is van. Nézzük. Berobbant ide, visszament nullára a gen. Nagyon jó. Ez kellett. Sosinak most. Itt közben mennek a resetek. Sikerült Darának pont meghílelnie Tekilát időben, viszont ez szerintem Darának legalább egy heal state-be fog kerülni, ha nem többe, így van. Sikerült azonnal megütni, nézzük, hogyan tovább. Diskert ugye továbbra is lóg, Nokedlinek csinálni kell a gyereket, Tekila pedig csak nézi, hogy észreveszi a killer vagy sem. Az egy gyönyörű stun Darától. Nézzük, hogyan tovább. Látja, hogy merre megy a killer? Látja, hogy elfordul? Mert szerintem meglátta, meg bizony. Meglátta Tekilát, de azt nem engedheti, hogy leszedjék a hookról most. Azt nem engedheti. Nézzük, hogyan tovább. Sorry, nem tudom, mitől van bedugulva az orrom. Bum. Oké, sikerült végül leszedni egymást. Nézzük, ezzel mit kezd Sosi most ezzel a helyzettel. Azt tudja, hogy ez nem esett jól, legalábbis nekem nem esett jól, hogy két generál. Opa! Jujj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 
menekülésre kényszerítő mozdulat volt. Nagyon szép volt, hogy elkapta innen lentről. Alig látszódott ki. Alig látszódott ki. Viszont nem sokat fog tudni majd ebbe a jambe már belerugni sajnos.
Az baj lehet, az probléma lehet. Úristen, Dara pont itt hílelt. Az mekkora mázla, hogy nem vette észre, vagy nem arra ment a killer. De meglátta a vérnyomokat. De már meghílelődött ugye Dara. És sok eltalálta, ráadásul innen jön, szóval szerintem elkapja Darát, így van. Elszakította a saját láncát, ez nem számít. Sikerült Darát elkapni, nézzük közben, hogy állnak a genek. Így van, közben mennek. Mind a hárman egy gen nyomnak. Így van, mind a hárman egy gen nyomnak. És ezzel bebiztosítva, hogy már nekik is megvan az, ami az előző gémen sikerült a végéig. Az a mennyiségű gen, úgyhogy egyetlen egy gen van hátra. Egyetlen egy genen múlik a dolog. Ha még egy gen beszerel a Daraboy csapat, a Boomer, Looper és az ifjak, akkor bizony eldöntötték. Akkor bizony eldöntötték a mérkőzést. Vagyis hát nem is csak a mérkőzést, a döntőt. Megvan a győztesünk. Ha ezt meg tudja akadályozni Sosi, akkor bizony, itt újrajátszás lehet már a legjobb esetben nekik. Más nem. Nézzük, hogy állnak. Nyomják a genet. Már el is kezdték a geneket. Hát, necces a helyzet, Nincs még vége. De rengeteg palett, nagyon jó volt, hogy nem, én ledobtam volna, őszintén mondom. Nagy a para, Bunda? Nagy a para, viszont Dara sérült. Itt még lehet alkotni a Sosinak. Ajj, ahogy még ilyen kicsit, tudod, ilyen kis stílusosan el is nézett bar, mert ő annyira kemény, aha. Ez ilyen styling blond plusz 500. Nagyon szép volt, És fel is tudja szedni. Na nézzük. Darának nem volt még húkja, tökéletes, akkor ő lesz a harmadik húk. Hát igen, Diszkert tudja, Diszkertnek van egy terve, a győzelemre. Diszkert behozza, behúzza a Viktorit? Az, attól tartok, hogy igen. Oj, egyelőre még nem, De attól tartok, nagyapara. Pont jönnek Daráért. Viszont jön a killer is. Ó, viszont Darát ütötte meg Nokedli helyett. Ja, Darát ki szeretné szedni a gameből? Hát, nem kérdés, hogy Darát szeretné elpusztítani. Az utolsó másodperceket látjuk itt szerintem. Ez nagyon úgy néz ki. Nem fogok azt mondani, ott jön a killer, nem tud róla. Ez úgy néz ki, hogy... eldőlt. Eldőlt a buli. Győzelem, győztes született a mérkőzésen. Itt igazából bármi történjék, ez behúzta. Oj, de stylingol amúgy Sosi. Úgy van, hogy elnézze ki jobbra-balra, érted? Nagyon nyomja neki, De úgy néz ki, hogy most már hivatalos. Akkor is, hogy a Darát sikerül legrebelni. Elkészült az összes generátor ráadásul. Nem csak egyet többet szereltek, hanem minden generátor elkészült. Úgyhogy bizony-bizony eldőlt, a buli. Subidubi, yumi-yumi. Az egy GG. Ez egy Kumbay time, bárhonnan is nézem. Aztán jöhetnek az interjúk, és utána mesélek a jövőről egyébként. Még vannak dolgok, amiről beszélnünk kell. Nézzük, hogy mennyien jutnak ki végül. Diszkertik már nyomják, mind a ketten már nyitják is. Mind a két gen 99, megpróbálják megmenteni az öreg, mestert, a csapatkapitányt, elég nehéz helyzetben van. Nézzük, hogy sikerül el, megmenteni. Ez nem bug, hanem ez facecamp, ugye? Így van. Itt most nem bugol a kamera, hanem Sosi bünteti, az öreg csapatkapitányt. Ha már becserélték a geneket, meg kell halljon a húkon, áldozatot követelek, véráldozatot követelek, tesó. Innen nem mész sehova. És úgy látszik, hogy a csapattársak úgy vannak, hogy tesó, hát én Sosival nem igazán kezdenék ki. Úgyhogy nyugodtan kempelé a mestert, az a lényeg, hogy mi ki vagyunk, nyertünk, elosztjuk a pénzt, Dara nem kap egy forintot sem, mert nem jutott ki sajnos. Ugye ez benne volt az apróvetés részben, hogy csak azok kaphatják meg a főnyereményt, akik az utolsó gémen kijutnak, így hát Dara sajnos elesett a nyereményétől, de gratulál a többieknek, legalább több marad a többieknek, feláldozták a mestert, a Victoriért. G to the G. Na miért bármibe belevágnánk, chat? Én azt mondom, hogy jöjjön a győzteseknek a jól megérdemelt Kumbe, és nem lesz több reklám YouTube-on. Üdvözlöm, uram! Először is hagyj gratuláljak. Óriási döntő volt, és kíváncsi vagyok, hogy mi a te véleményed erről, az egészről. Hát szerintem szauna alatt nem izzadtam volna annyit, mint most. Nagyon-nagyon izgultam végig.
De hát nem tudom, régen izgultam én már nagyon ennyire versenyen, ez most nagyon komoly pressure-t raktak ránk, tehát az, amikor az első spirit körben nem tudtunk generátort beszerelni, így azt hittem, hogy Wolfi az igazi szörnyetek, de láttam, hogy két szörnyetek is van, mint a két csapat mondom, akkor ez kemény lesz. Ja. Az én Survivor tudásommal mondom, jól van, oda tesszük magunkat, meglátjuk, de nagyon-nagyon jól jött ki, tehát tényleg abszolút meg volt az esélye mind a két csapatnak, nehéz killerek voltak, de minden nagyon jó volt, és én nagyon izgultam. Aztán a végén már csak úgy döntöttem, hogy megtartom Darát magamnak. Azt láttam, igen, az egy ilyen üzenet volt. Nagyon jó. Elpattant a harmadik geni, mondom, jó, akkor ez... Akkor te az egyik vagy. Is. Így van. Aha, nagyon jó volt, nagyon ügyesen tartottátok magatokat, nagyon kemény volt, hogy hányszor jöttetek vissza mondjuk nehezebb helyzetből, és tényleg, hát le a kalappal. Hát a csapat nagyon ügyes. Olyan döntőt vertetek ide, szóval tapálok, olyan rekordizék jönnek nézők, money, érted, hogy hát öröm volt veletek együtt dolgozni, kifizetődé volt, azt kell, hogy mondjam. Na, örülök neki, akkor remélem, hogy faja lesz az új gép. Aha, aztán majd még úgyis beszélünk, majd még itt streamben, még maradtok így, egy picit, ugye? De arról még nem beszélek, jó? Tudom, hogy mit akarsz. Jó, akkor azt mondom még. Akkor leszek mindenképpen jó, még. Van. Kösz szépen még egyszer, hogy elvállaltad, hogy részt vettél, hogy összekovácsoltad a csapatot, hogy nem hagytad, hogy gyakoroltatok, nem estetek szét, úgyhogy kösz szépen, hogy ilyen tisztelettudóan végigjátszottátok az egészet, akkor is, ha nem nyertetek, egy rossz szó szerintem nincs senkinek rólatok, meg ti sem mondtatok senkire semmit, úgyhogy kösz szépen, hogy ilyen kis úriemberként, úrihölgyként végignyomtátok az egészet. Csapattagoknak is, szurkolóknak is, mindenkinek is hatalmas nagy respekt, hogy ilyen szépen meg tudtuk ezt játszani. Így van. Ez egy nagyon jó verseny volt, én nagyon élveztem, és alig várom a jövőt, hogy mi lesz még. Jó van, kösz szépen, jó legyél, további jó szórakozást. Te is, jó szubaton, szia. Na nézzük, akkor először én ebből a másik csapatból jön Dobi, a győztes csapatból? Őt nem látom még a váróba. Hol van az öreg Dobi? Várjál, visszarakom a haverjaihoz. Vagy ne? Ja, visszarakta valaki, jó, kösz szépen. Na most jön Dobi. Na, az MVP! Üdvözlöm, uram, üdvözlöm! Na, mesélj! Hát remélem... Mi volt ez? Várjál, bele kell, hogy vágjam! Mi volt ez az ötgenes megvadulás amúgy? Mi volt ez? Hát ugye gyakorolni kellett. Tehát mi úgy voltunk vele az elején, hogy oké, Lights az lesz, de mi a saját killereinkre ráhasaltunk, hogy az a kettő az fixen jó legyen és meglegyen. És hát folyamatosan, tehát itt szerintem szerda óta majdnem minden nap leültünk este, ilyen 4 órát majdnem, hogy nyomtuk. Az igen! És folyamatosan ezt a két killert váltogatva gyakoroltunk, szóval... Hát szóval kifizetődött, azt kell, hogy mondjam. Igen. Ez még engem is megleptél nagyon amúgy, pedig én tudtam, hogy mire vagy képes, sokszor láttalak már játszani, de még engem is nagyon megleptél ezzel a teljesítménnyel. Hát azt mondja, hát figyelj, magamat nem annyira leptem meg, örülök, hogy te beszartál, nekem ez egy szürke hát vasárnap volt, érted? Azért remélem, kicsit összeszorítottad a seglukod, amikor ott a Xenobite meccsnél. Ott egy picit leestem a székre, mondom, legalább azért egyen durranjon el, mert megőrülök. Szép volt nagyon, azt tudta, hogy le a kalappal, elképesztő, mint Wolfival, Sosival nyomtatok itt egymás ellen, itt a killer összecsapásokban, nagyon durva volt. Ők is bírták veled tartani, de... Igen, mondjad, bocsi. Én csodálkoztam, hogy amúgy Sostan így elvállalta. Tehát én azt hittem, hogy végig Wolfi fog killerezni, mert ugye neki van azért... megvan ez a tudása így a kompetitív oldalról. Aha, és igen. Én teljesen abban a hitben voltam, hogy ő fog végig killerezni, bárki jön, bárhol, bármikor. Aha. Szóval az meglepett, hogy Soslon bevállalta, szóval... Az de jól tette szerintem, mondjuk igen, azok a meccsek kicsit elmentek, ugye Xenomorphal mondjuk. De szerintem érdekes volt, mert Wolfi sokat hozzá tudott tenni viszont cserébe akkor Szörvin, ahol te viszont nem tudtál, mert amit te is hozzá tudtál volna tenni sokat Szörvin, de ti nem vállaltátok ezt be. De ja. Igen. De ne aggódj, mert ilyet többet nem fogtok tudni csinálni. Mármint? Hogy végig te leszel a killer. De erről majd beszélek. Na, kösz szépen. És menjek a mesteredhez, jó? Padawan. Beszélgetek vele. Jó legyél. És gratulom még egyszer. Köszi szépen. Jó, letudtuk a pornépet, és akkor most jön Dara, ugye? Nem merem kiszakítani a csapatból. Jó, de már belépett a váromba. Üdvözlöm, kétszeres MDK, és most már Benny Tournament győztes Dara a színpadon. Üdvözlöm, uram, üdvözlöm. Sziasztok, gyerekek, nagyon szépen köszönöm. Így van, sikerült behúzni. Nagyon szeretném megköszönni a csapatomnak azt az
eszméletlen hozzáállást és kitartást, amit a felkészülés alatt nyújtottak, mert tényleg nem voltam egy könnyű csapatkapitány, többször voltam bunkóbb, mint szerintem lehet kellett volna. De nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném elmondani, és azért kértem szót, mert nyertünk, oké, 3-2, zseniális volt a döntő, óriási volt, örülök neki, hogy kiélezett volt az utolsó pillanatokig a mérkőzés. Nagyon örülök neki, hogy tényleg így a döntőre ez így sikerült, de azt kell mondjam, hogy le a kalappal Sosiék előtt, ugyanis az, hogy valaki ilyen környezetben, ilyen helyzetben csapatkapitányként bevállalt két killer kört, két ilyen rohadt nehéz egyedi killeren, az erkölcsi győzelem egyértelműen a lovagoké, akik azt mondják, hogy Hatch, óriási élmény volt így játszani, és egy picikét rosszul érzem magam, hogy nem vállaltam be egy bohóckört, vagy nem tudom, tehát valamit ilyet nem tettünk bele. Le a kalappal, és nagyon szépen köszönöm a szervezést és a szurkolást. Hihetetlen volt a chat, eszméletlen élmény volt ezen végigmenni. Én nem gondoltam volna, hogy a DBD 2400 óra után fog tudni nekem újat mutatni, fog tudni adni valami olyan eszméletlen plusz élményt, ami rátesz egy lapáttal, és érzem azt, hogy akkor mehet még az ezer, meg még az ezer, és most már az van, hogy jobb akarok lenni. Tehát eddig sose voltam, én tudjátok, én mindig az voltam, aki nem akartam jobb lenni. Én úgy voltam vele, hogy élvezni szeretném a játékot, de most egyszerűen jobb akarok lenni, és nagyon inspiráló az, hogy Sosi tényleg csapatkapitányként két killer körbe vállalt egy ilyen eszméletlenül éles helyzetben. Nagyon szépen köszönöm, hatalmas GG mindenkinek, a chatnek, a szervezésnek, Sosiéknak, mindenkinek, és köszönöm szépen Gabriellának is, hogy egyetlen hölgyként részt vett a versenyen, Biginek is nagyon szépen köszönöm. Sok sikert kívánok mindenkinek, hajrá DBD, hajrá Benny Bro a 11. ezen a néven, sok sikert, köszi. De mielőtt elmenne az úr, egyet hadd kérdezzek meg, Balosnak milyen volt a teljesítmény a mai nap? Kritikán aluli. Tehát az, hogy valaki egy mérkőzésben sem tudjon egyetlen generátort sem megszerelni. Tehát egyszerűen az, hogy tehát nem is, tehát az egész versenygenerátorokról szól, és Balos tényleg hetek óta, tehát ez már hónapja megy a versenyért, ez a negyedik hétvége, és nem volt képes fölkészülni 4 hét alatt, hogy egy genin ott tudjon lenni. Az igazság, nem hiszem, hogy Balos, nem tudom, hogy kell-e még nekünk, nem tudom. Át kell gondolni a jövőt, Nem stabil a jövője a csapatnál. Nem, határozottan. Hát meglátjuk a nyári átigazolásokon, mi lesz, marad-e vagy megy. Így van, amit nagyon várunk, igen. Így van, jól van. Nagyon szépen köszönöm, Benny, köszönöm mindenkinek. Sziasztok, srácok! Pá. Jó, megvolt minden, azt mondta, hogy értetlen, hogy egyik meccsen sem vett részt, mert ugye ma nem vett részt egyik mérkőzésen sem, de így sem volt rossz. Hát szerintem megérték ezek az interjúk, azt tudti. Még egyszer gratulál mind a kettőjüknek, mind a két csapatnak, és viszont a győztes csapat, akik Dara, Discard, Dobroka, Tequila és Nokedli, felveszem majd veletek a kapcsolatot, jó? Csak most egy picit nehezebb lesz majd, hogy utaljam a lóvét, ugye az 50 000 forintos fődíjat mindenki ugye megkapja a jussát, a részét. De a szubatonom miatt ez most egy kis türelmet kérek, szóval ez most nem lesz olyan gyors, mint a múltkor, egy picit több időbe fog ez majd kerülni. Na de most, hogy minden ilyesmit letudtunk, és megbeszéltünk, gratula még egyszer a nyerteseknek, FF15. Na most rátérhetek a jövőre. Ugye jött egy pár kérdés, hogy lesz-e még ilyen verseny, mi a helyzet tudod, a versenyzéssel, stb. Hát foglaljuk össze. Én azt mondom, hogy mielőtt belevágunk bármibe, mondom, foglaljuk össze, hogy mi történt. Először is az történt, hogy feküdtem az ágyba, életem 6. vagy 7. leghűvösebb napja volt, ha jól emlékszem, ez egy csípős februári nap volt egyébként, vagy éjszaka, és éreztem, hogy didergek, vacogok, és végül is úgy döntöttem, hogy kimegyek a konyhába, és iszok egy meleg kakaót. Elindultam a konyhába, majd befordultam balra, ahol a konyha volt, igazából arra található a konyhánk balra, ha valaki kérdezi, és elkezdtem, nem tudom, kivettem a tejet először is, néztem, hogy van-e hűtött, ugye az fontos, volt fűtött hely. Mi van? Fűtött hely? Volt hűtött hely, vagy fűtött hely, nekem mindegy, amúgy mind a kettő volt egyébként. És aztán beleöntöttem a kis kakaómat, vagyis a tejet, beleraktam a, hogy hívjákba, a mikróba, majd jól megmikróztam, kettőször mentem rá a mikróra, kettőször nyomtam rá, hogyha valaki kérdezné, és így ugye akkor 1 percig van benne a mikróba, az nekem kellemesen melegé varázsolja a tejet, majd kivettem, beleraktam a kakót, és végül megvilágosodott bennem, milyen volt a mikró, arra is kitérek majd, végül megvilágosodott bennem, hogy akkor szeretnék egy ilyen versenyt csinálni, megcsináltuk, ugye a legtöbbet azt láthattátok, maga, akik itt voltak, figyelték, tudták, hogy hogy ment, és akkor erre rengeteg pozitív reakciót kaptam, de voltak negatívak, és igazából a negatívakról akarok beszélni, az egyik legnagyobb negatív
dolog, amit kaptam, hogy semmi értelme nem volt a draftnak, nem tudom, hogy követtétek-e, de volt egy ilyen draft, ahol minden ember, aki jelentkezett a jelentkezési lapon, szinte mindenkinek esélyt tudtunk adni, és meg tudtam mutatni, mit tud, és ezek alapján válogatták be a, hogy hívják, a, kik ezek? A csapatkapitányok, ugye azokat, akik elők egy csapatba akartak kerülni, és erre kaptam igazából a legnagyobb kritikát. Rájtalak, rengetegen mondták, egy ember mondta, hogy rengetegen mondták, de azért ezt ki szeretném emelni, hogy ez nem jó, mert hogy akkor itt nincs értelme ennek a draftnak, mert úgyis azt válszak be a csapatkapitányok, akiket ismernek, meg szeretnek, meg stb. És akkor erre akartam mondani, hogy ezt átgondoltam, és igaza van, ezért a következő versenyen ezt ugyanígy fogjuk csinálni. Ez egy nagy változás, amit be akartam jelenteni. A következő versenyen ugyanígy fogjuk csinálni, mert nekem ez nagyon tetszett, hogy mindenkinek esélyt tudtunk adni, mindenki részt tudott venni a drafton, mindenki meg tudta magát mutatni, és úgyis azt válasszák be, akiket szeretnek. És ezt le is vezettem, ez azért lesz ugyanígy, mert én rapad jól szórakoztam közben, egy, kettő, átgondoltam, és amúgy valahol igaza van, mert hogyha csak azok kerülhetnek be, akik mondjuk Darának, tudod, benyalnak cseten, ő kerüljön is be egy olyan versenybe, ahol a magyar DBD community-ről van szó. Szóval a random ember, aki jelentkezik, ő is mutathassa meg magát, de legyen előnyben az, aki már régebb óta ott van a DBD community-ben, régebb óta nyalja Danának a seggét, ennek itt nagyobb esélye legyen bekerülni mondjuk Dara csapatába, nem? Én úgy gondolom, hogy ez teljesen fair, hiszen mindannyian egyenlőek vagyunk, de vannak, akik egyenlőbbek. Szóval a draft az biztos, hogy nem fog elmaradni. A draft az ugyanúgy meg lesz tartva. Na viszont most jön a lényeg, csak beetettelek titeket, indítottam egy kis drámát, hogy mehessen majd nagyobb hírverése legyen a versenyünknek. Most jön az igazi dolog. A következő verseny az lesz az igazi tornament. Ez egy ilyen kis teszt volt, amivel csak kíváncsi voltam, hogy képes vagyok egy ilyet lejátszani, meg tudjuk-e jól csinálni, lesznek-e egyáltalán játékosok, akiket ez érdekel. A következő verseny az lesz az igazi tornament verseny, az is egyébként fél profi lesz, nem profi lesz, az nagyon fontos, nem a profikat keresünk, hanem a magyar DBD community tagjait, akik szeretnek versenyezni, vagy jól érezni magukat, ugyanez lesz az egész ilyen szempontból, viszont lesznek komoly változások. Ráébresztettetek arra, hogy az nem jó, hogyha mindig lehet ugyanaz a killer. Szóval az egyik nagy változás a következő versenyen, hogy nem lehet minden körben ugyanaz a killer. Szóval, hogyha Dobi az első körben killerezik, a második körben már nem fog tudni killerezni. Szóval rotálni kell a csapatot, és minél több embernek kell killerezni és survivorozni is. Ez szerintem sokkal minőségebbi és sokkal szorosabb gémeket fog eredményezni, hogy nem az, hogy valaki bepikkel egy nagyon erős killert, akkor onnantól kezdve ők neki nagyobb esélyük van, hanem sokkal több esélye lesz az embereknek játszani. Ez az egyik változás. A másik változás, hogy nem négyen lesznek, hanem nyolcan. Nyolc darab csapat lesz. Nem négy, nem öt, nem hat. Hogy van az a izé? A nem tudom, milyen szent kézi gránát, nem jut eszembe, de a számolásodat folytasd tovább ötnél is. Nem hat, nem hét, hanem így van, nyolc darab csapatkapitány sikerült leszerződtetni. Ha minden igaz, egyetlen ugye egy olyan név volt, aki nem volt biztos, hogy leszerződik hozzánk, de ha jól emlékszem, Dara akkor ma visszaírt, hogy bizony ő is benne van ebben a dologban, szóval Dara is részt fog venni a következő versenyen, szóval ez már nem titok, hogy a nagy tornament az OG 4-essel Daraboy, Soslon, Gabriel Wolf és Bikedz újra visszatérnek, ugye mint tapasztalt csapatkapitányok, és mellé négy másik ember fog csatlakozni, mindegyikőjük legalább egy keveset szokott streamelni, ez fontos. Az egyikőjük az Kroki, a másodikőjük az Balos, Dara nagy örömére, Bex-et mondtam már az elején? És Goosebump. Bex-et mondtam az elején? Kétszer mondtam Balost? Szóval várjál, Goosebump, Bex, Balos, és ki a negyedik? Ja, Kroki. Jó, megvan. Szóval megvan mindenki az új csapatkapitányok közül, és ez 7-én fog kezdődni, ez nagyon fontos. 7-én fog kezdődni, viszont ma már mától tudtok rá jelentkezni. A nyeremény, a szabályokról még csak ennyit árultam el, szóval csak azok jelentkezzenek még, akik mindenféleképpen részt akarnak venni, mert még nem tudjuk, hogy mennyi lesz a nyeremény, és nem tudjuk, hogy még mennyi szabály fog változni, de ezek biztos, és mivel most már 8, legfontosabb dolog, szóval ha eddig nem figyeltél, akkor most nagyon figyelj. Mivel 8-an vannak, ezért mutatok egy képet, jó? Csak hogy mindenki értse. Itt a jelentkezési lap, közben Alma elküldte. Szóval meg is tudom nyitni a jelentkezést, hogy a Discordon fenn vagytok, akkor a versenyszobában, ezt kiposztolom előtte, a versenyszobában, egyébként az lesz a versenynek a neve, hogy Titánok tornamentje, azaz TT, ez lesz a TT verseny.
Így van, a jelentkezés megnyílt, szóval már, hogy akik akarnak, vagy elindult, már akik akarnak, ők tudnak jelentkezni, és mindjárt mutatok egy képet, hogy jobban megértsétek, mivel 8-an vagyunk, ezért most már rendes survival, vagy rendes tournament szabályok alapján tudunk menni, és tournament taktikák alapján, mindjárt mutatok is nektek itt egy képet, hogy így fog kinézni, hogyha valaki nem érti, hogy ugye az egyet, a legnagyobb probléma az az volt, hogyha az első gémen kikaptak, rátok zoomolni rá? Ha az első gémen kikaptak a csapatok, akkor ugye már nem tudtak nyerni, és ezt láttam, hogy óriási mentális problémákat okozott a csapatoknak, szóval nem tudják elviselni, hogyha már nem a győzelemért játszanak sokan, ezért itt már nyilván lesz veszteság is, oké? Okay? Szóval itt van, látod, hogy itt versenyzik a Team 1 a Team 8 ellen, mondjuk a Team 8 kikap, akkor a Team 8 lekerül ide. Szóval, hogyha a 8. team kikap az első gémén, akkor még nincs vége, mert vissza tudja küzdeni magát a döntőbe a veszteságon. Szóval vissza tudsz jönni. Vissza tudsz jönni, úgyhogy van veszteság, lesz veszteság, úgyhogy vissza lehessen kerülni a döntőbe. Ami még fontos, hogy 7-én, következő hónap 7-én lesz az első draft, úgyhogy az egy fontos időpont, a többivel majd jövünk, és 2 hónapon keresztül fog tartani a verseny, szombat-vasárnap, oké? Okay? Szombat-vasárnap lesznek a versenynapok, meg kell duplázunk, mert dupla annyian vagytok, szóval nem lehet csinálni, hogy csak vasárnap játszunk, úgyhogy mindig a hétvégék lesznek, viszont mivel ilyen sok csapat van, ezért nyilván sokkal kevesebb hétvégén lesz, nem fogok rajzolni, sokkal kevesebb szel lesz rá szükségetek, szóval nem kell annyi hétvégén itt lenni, de úgy kell csináljátok, hogy amikor rátok esik a dolog, akkor legyen. Viszont ez belemegy a... Hogy hívják be ez még? Fontos, hogyha fiatal vagy és érettségizel, akkor azt majd megpróbáljuk megoldani, hogy akik érettségiznek, akkor ne legyen akkor abban az időközökben ott neki vecse, hogy tudjon tanulni meg ilyesmi, szóval külön tekintettel leszünk az érettségizőkre, akik dolgoznak, azokkal nem tudok mit csinálni, mert ők éjjel-nappal mindig dolgoznak, úgyhogy rájuk nem tudunk külön tekintettel lenni, de megpróbáljuk majd jól összeszervezni, szóval erre mostantól már ki is raktam a Discordra, ugye, kiraktam? Lehet jelentkezni, ott van, megnyílt a TT-nek a jelentkező lapja, úgyhogy ott ki tudjátok tölteni a dolgokat, megvan minden csapatkapitány, tudjátok, hogy kik a csapatkapitányok, hogy kikhez lehet majd bekerülni, és ugyanúgy összefogunk majd így egymás ellen. You make me move, you make me dance.